Én is köszöntök mindenkit, külön kitartást itt a harmadik, negyedik sorban ülő ifjaknak. Nem adják olcsón az ötöst. No, az amerikai polgárháborúról lesz szó. Ahogy azt említettük az előbb már, igazából ezt tavalyra szántuk. Azon oknál fogva, hogy tavaly választás volt Amerikában, és bármilyen hihetetlen, elég komoly köze volt a polgárháborúhoz. A polgárháború az is egy választásnak 1860-ban. Lincoln megválasztásáról van szó. Tavaly ugye egy megint nagyon éres amerikai választási vetélkedő volt annak idején, és akkor azzal poénkodtunk, hogy az előadásnak a végére se fogják összeszámolni a szavazatokat, de hát mivel egy évet toltunk, ezért mégis összeszámolták időközben. Úgyhogy belecsapunk a közepébe. Az amerikai Egyesült Államokról azt kell tudni, hogy 1860-ban már azért egy elég komoly országról beszélünk. A lakossága 32 millió fő körülbelül 1860-ban. Ez majdnem annyi, mint a Habsburg Birodalom. Tehát, hogyha így nézzük, akkor viszont még mindig csak pariban van a kettő. Tehát ez nagyon gyorsan elszalad. Majd ugye a világháború kezdetére Amerika már bőven 100 millió fölött van, a Habsburg Birodalom meg valahol 54 millió környékén, ha jól emlékszem. Lehet, hogy 60 környékén. Minden esetre Amerika ebben a korszakban nagyon felpörög. Lesz majd egy kép, most így előre lelövöm a point, tehát hogy milyen szinten gyorsan fejlődött az Egyesült Államok ebbe az időszakba. 1800-ban Chicago helyén gyakorlatilag néhány indián sátor állt, 1820-ban, ha jól emlékszem, laktak benne 4000-en, 1860-ban meg 105000-en. Tehát hogy milyen gyors fejlődés volt ebbe az időszakba, ezek a számok elég jól megmutatják. Az amerikai polgárháborúnak a legfőbb oka a mai napig úgy van megadva, hogy ez a rabszolgaság kérdése, és ezt nem lehet vitatni, majd térképek lesznek, amik jól bemutatják, hogy mennyire ott alakult ki a két félnek a frontvonala, ahol a rabszolgaságnak gyakorlatilag valahol az a határa volt, hogy a rabszolgaság tartása és a rabszolgatartás nélküli területeknek a határmesdjéjén alakult ki a kettő közti határ. Tehát ezt nem lehet letagadni, hogy ennek igen komoly köze van hozzá. De nem csak ez az egyetlen oka, bár valószínűleg ez az legfontosabb. A másik az, hogy föderáció vagy konföderáció kérdése. Egyébként itt egy kérdés, hogy tehát az amerikai polgárháború veszteségei mennyire irtózatosan nagyok voltak. Itt lehet látni, a legfelső 620 ezer halott volt az amerikai polgárháborúban. Alatta van a második világháborús amerikai veszteség, ami kicsit több mint 400 ezer. Tehát jelentős különbségek vannak, ezek egyébként a halottakat jelzik, sebesültek nélkül. Alatta az első világháború 116 ezer, és utána jön Vietnám, Korea, a forradalmi háború, ez ugye Amerikában ez a függetlenségi háborúnak a szinonimája. Az 1812-es háború, nem annyira ismert háború, ez 1812-15 között az amerikaiak a britekkel harcoltak. Ez volt az az eset, amikor a britek felégették Washingtont egyébként. És ott még lehet látni háborúkat. A mexikói háború, de ezeknek a veszteségeknek egyébként nem mind azt jelenti, hogy mindenki puskagolyó általi halált halt, vagy ágyúszilánktól, hanem benne foglaltatik minden esetben a különböző járványoknak, az áldozatainak a száma. Az amerikai polgárháború idején többen haltak meg betegségekbe és járványokban, mint magában a harci eseményekbe. Egyébként ez a 620 ezer nagyjából úgy oszlik meg, hogy 360 az északi és 260 ezer pedig a déli oldalon. Tehát nagyjából így kell elképzelni, ez óriási veszteség, főleg úgy, hogyha belegondolunk, hogy itt egy 32 milliós országról beszélünk még, nem mondjuk a mai 300 millióról, 320 most körülbelül, ha jól emlékszem. Ugye az egész kultúrában egyébként elég komoly nyoma van, ugye az egyik az az Elfújta a szél, ami ezt a korszakot eleveníti fel, 1939-ben az egyik legismertebb film abban a korszakban, Vivien Leigh és ki volt a férfi főszereplő, az mindig Clark Gable főszereplésével készült, az egyik legismertebb film, 8 Oscart nyert, ha jól emlékszem, és színes film volt, 1939-es. Ugye ez is előjött az elmúlt éveknek a kultúrharcába, hogy be kell tiltani, mondva, hogy a feketéket rabszolgának ábrázolják, ami mondjuk elég furcsa tekintetbe véve, hogy abban a korszakban azok voltak, tehát nagy részt legalábbis. Minden esetre ez az egyik ilyen kulturális kapocs. Egyébként van még egy film, ami kapcsolódik, és nagy Oscar-díjas a polgárháborúhoz, az pedig a Ben Hur. Tudja valaki, miért kapcsolódik a polgárháborúhoz? Nem ilyen harciszekekkel vettek részt a háborúba, nyilvánvaló. A szerzője a könyvnek, Lev Wallace, egy északi tábornok volt. Tehát úgy, aki írtak a Ben Hurnak a történetét, egy tábornok volt ebben a háborúban, és elég jelentékeny szerepe volt egyes csatában, mint a Shiloh-nál például. Egy hadosztály, vagy dandárparancsnok volt ott. Tehát a Ben Hurnak is van ehhez köze.
csak rengeteg szálon kapcsolódik az amerikai civilizációhoz és az egész európai és a világ civilizációjához ez a háború. Föderáció vagy konföderáció? Ez volt a rabszolgaság mellett a másik nagy kérdés, a rabszolgaságra mindjárt jobban visszatérünk. Itt az államoknak a föderációja vagy konföderáció legyen az Amerikai Egyesült Államok. Ugye eleve az volt a probléma, amikor létrejött az Egyesült Államok, hogy a britektől el akartak szakadni, tehát önállóságot követeltek maguknak az Amerikában lévő gyarmati államok. Viszont azonnal, amint sikerült a briteket elűzni és az önállóságot megszerezni, felmerült a kérdés, hogy most akkor hogyan működjenek ők együtt, ezek az államok, az a 13 állam, ami létrehozta az Egyesült Államokat. Mennyire legyen szoros ez a szövetség? Minden állam független állam legyen, vagy legyen egy közös központjuk? És ezek eleinte úgy nézett inkább ki, hogy a konföderáció felé viszik el Amerikát, de a felkelések és különböző belpolitikai botrányok oda vezettek, hogy egy szorosabb, egy központosítottabb állam jött létre, hogy az elnöki funkciókat is megerősítették. Az Amerikai Egyesült Államok elnökének funkció elég erős a mai napig, és ez az alkotmányból, amit ezután kitaláltak, vagy azután leírtak, abból következik, hogy az elnöknek és a ugye külön fővárost is alakítottak, kivágtak egy területet, és az lett Washington DC. Tehát egy külön államot hoztak létre egy másik állam területén belül, azért, hogy legyen egy központi hely, ahol az államnak a vezetőse tartózkodik. Tehát egy föderációs irányba ment el az Egyesült Államok az 1700-as évek végén. De ezt nem mindenki fogadta el. Nagyon sok állam úgy volt, hogy minél nagyobb függetlenséget szeretett volna a központtól. A mai napig ez az oka tulajdonképpen, hogy olyan filmekben, ahol mondjuk ilyen hillbillyk vagy rednekek tiltakoznak az Amerikai Egyesült Államok ellen filmekbe, akkor mindig konföderációs lobogót tesznek. Ez nem csak azt jelenti, hogy ennyire szimpatizálnak a konföderáció, hanem ez a lázadás a központosított kormányzat ellen valamilyen szinten. Tehát ennek ez is az oka, hogy ennyire népszerű ez a zászló, mert nem mindenki szereti ezt a központosított államot, főleg ugye a 20. században ez még jobban központosított lett, gondoljunk, hogy FBI, CIA, stb. És ezeket nagyon nagy divat amerikai filmekben ezeket szapulni elég gyakran. Tehát ez egy ilyen alkotmányos vita is zajlott, és ez az elején a föderáció nyert, de nem múlt el teljesen a konföderációnak a esélye. Tehát voltak, akik inkább ezt szerették volna. De kétségkívül a rabszolgaság az a kérdés, ami a legjobban megosztotta az Egyesült Államokat is, és hát az egész világot ekkor már. Erre az időre ez már egy olyan intézmény volt, ami mindenhol a világon, inkább úgy mondom, mindenhol az európai és a nyugati civilizációban idejét múlt volt, és nem elfogadott volt. Az Egyesült Államokban viszont ekkor virágzott, ami egy elég furcsa ellentmondás volt. Gondoljunk bele, hogy jön Kossuth Lajos, elveszítjük a szabadságharcot az osztrákokkal szemben, majd az Egyesült Államokba megy támogatásért, meg pénzt gyűjteni a szabadság hazájában, miközben ott meg rabszolgák vannak. Tehát egy nagyon érdekes ellentmondások vannak ebben a korszakban, ez 1851-55 környékén van ott Kossuth, és akkor még javában van délen, sőt, még olyan államokban is, amik az északiakkal tartanak, rabszolgaság van, ez az intézmény, ez létezik. Lehet látni térképeken egyébként, hogy hol, milyen százalékban lakták rabszolgák az államokat. Nem véletlen, hogy ennyien megosztott volt. Ha megnézzük, hogy hol vannak rabszolgák, ez egyértelműen a déli területekre jellemző. Ugye voltak olyan államok is, amik az északiakkal tartottak, de rabszolgatartó államok voltak, ezekre még kitérünk, az Maryland elsősorban, Delaware, illetve a határállamok közül némelyik, aki mind a kettő állam majd a sajátjának tart, ez Missouri meg Kentucky elsősorban, de Tennessee is részben ilyen. Tehát ezek ilyen határállamoknak is hívták ebbe a korszakba őket, és lehet látni azt, hogy hol, hány százaléka a lakosságnak rabszolga, ez a színskála azt mutatja. Azok az emelkedő négyzetek meg az, hogy hány százezer rabszolga élt az adott államba. Tehát mondjuk Virginiában 400 000 és még 480 000 rabszolga élt körülbelül. És lehet látni, hogyha leolvassuk, hogy 30-40%-a volt a lakosságnak rabszolga. Tehát ezeket így lehet látni, és nagyon jól látszik az, hogy ez az igazán rabszolgatartó terület az az úgynevezett mély dél. Tehát ezek az államok, Dél-Karolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, ezek az elsődlegesek, de hozzá szokták csapni egyébként Floridát, Észak-Karolinát vagy Virginiát is. Virginia már igen, határeset. Virginia majd meg is mutatom, mennyi a határeset a kettő között. Tehát ezek azok az államok, ahol a rabszolgák aránya nagy volt, a feketék aránya nagy volt. A konföderáció területe egyébként, ami kiválik majd az Egyesült Államokból, nagyjából 10 millióan lakják, és abból olyan 4,5 millió fekete volt, tehát rabszolga nagy részt.
Tehát azt jelenti, hogy a konfederáció igazi fehér lakossága az nem lesz túl nagy az Egyesült Államok egészéhez képest. És a feketéket nyilvánvalóan nem fegyverezhették föl ebben a háborúban a saját oldalukon, hiszen a rabszolgaságért folyt gyakorlatilag a háború, tehát az egy öngyilkos dolog lett volna. A legvégén egyébként ehhez folyamodnak majd, de az már igen kétségbe esett kísérlet lesz. Maga a rabszolgaság intézménye, hogy a fenébe alakulhatott ki egyáltalán? Egyébként nagyon, tehát leginkább ugye az angolokról köztudott, hogy ők voltak, akik rabszolgákat szállítottak át ezekre a területekre, ez igaz, de nem csak ők vettek részben. Az első igazi rabszolgatartó csoportok azok a spanyolok és a portugálok voltak, de ők elég hamar meg is szüntették ezeket, meg legalábbis korlátozták őket. Sőt, a spanyoloknál egy egész normál, tehát például a helyi indián lakosságnak a kiirtása, az ugye nem történt meg olyan fokon nem történt meg, mint az északi, a Észak-Amerikában az angolok által. Ennek több oka is van, legfőbb oka persze az, hogy sokkal több indián élt mondjuk Mexikóba, meg Peruba, mint mondjuk Észak-Amerikában, meg egész más jellegű struktúrák voltak, hiszen ott volt egy azték birodalom, volt egy inka birodalom, és ezeknek a bekebelezése egészen más megközelítést igényelt, mint mondjuk az apacsoké vagy a sziuké Észak-Amerikában. Tehát ez is egy ilyen ok volt. Nem csak az angolok voltak, akik rabszolgákat szállítottak, hanem a franciák vittek, hollandok, dánok. Dán, ez kicsit talán meglepő, de Észak-Afrikában, és abban Afrikának a Kongó és az Aranypart, rabszolgapart térségében voltak dán erődítmények is, amik kifejezetten ilyen céllal voltak, hogy itt egy ilyen erődöt lehet látni dán zászlóval, ami arra szolgált, hogy itt rabszolgákat gyűjtsenek be a helyi fekete előkelőségektől, akik hadviselést folytattak a szomszéd törzsek ellen, a hadifoglyokat meg eladták őket. Tehát ez nem egy egyoldalú folyamat volt, nem erről van szó, hogy oda mentek a fehér dánok, hollandok, angolok, ott összegyűjtötték a helyi feketéket, azt elvitték Amerikába, hanem ez úgy történt, hogy az ottani helyi fekete hadurak, azok leigázták a szomszédos törzseket, elfogták ezeket az embereket, eladták a fehéreknek, és ők vitték át Amerikába. Tehát azért az, hogy a fehérek találták ki ezt az egészet, az nem igaz. Eleve úgy, hogy ezek a fekete hadurak korábban egyébként az iszlám államokkal is kereskedtek rabszolgák terén, tehát ennek bevett gyakorlata volt. Maga a rabszolgaság is az emberiség egy történetével gyakorlatilag egyidős. Tehát háborús vereség esetén már nem tudjuk, hogy mitől kezdve, de már az ókorban a legelső adatoktól kezdve vannak hadifoglyok, az asszírokról nagyon jól tudjuk, hogy egész népeket vittek el egyik helyről a másikra, dolgoztatni őket. Tehát ez egy létező gyakorlat volt, sőt, ugye még olyanok is voltak, hogyha valaki középiskolában tanulta még ezt, hogy a rómaiaknál volt adós rabszolgaság. Amikor, ha valaki annyira elszegényedett, eladhatta saját magát rabszolgának. Ez ma teljesen abszurdnak hangzik, vagy a családtagjait is eladhatta rabszolgának. Ennek az volt az értelme, hogy az adósságait így le tudta róni, aztán x idő után felszabadulhatott, hogyha vissza tudta fizetni azt a pénzt. Tehát ilyenek is voltak. Ez egy elég összetett probléma a rabszolgaság kérdése. Nem lehet fekete-fehérrel megközelíteni, és semmilyen szempontból nem lehet feketén és fehérrel megközelíteni, hogy úgy mondjam. Itt egy holland erődöt lehet látni éppen, ami szintén Afrikának a aranypart rabszolgapart környékén lévő erődítménye. Látható, hogy ezek nem nagy erődítmények egyébként, tehát általában partközeli szigetre helyezték őket, vagy félszigetre, hogy nehezen támadható pontok legyenek. Valójában részbe katonai feladatokat töltöttek be, részbe pedig kereskedelmi központokat. Ilyen, ma is léteznek ezek az erődítmények, meg lehet némelyiket közelíteni, és meg is lehet tekinteni őket. Szenegáltól egészen Angoláig vannak ilyen erődítmények, amik megmaradtak. Elsősorban a 18. századtól, de korábban is már léteztek ilyenek. A másik érdekesség, hogy mint mondtam, valóban a feketék is ebből előnyt szereztek, már hogyha nem őket adták el rabszolgának, hanem ők voltak, akik eladtak embereket rabszolgának. Mutatok egy érdekes képet. William Ansar Sassaracco nevezetű úriember, ő egy rabszolgapart környékén élő hadúrnak a fia volt 18. században, aki kereskedett az angolokkal, de jól kitoltak vele, ő is elment a hajóval, a rabszolgákat akartak elvinni Amerikába, de őt is eladták. Tehát egy tipikus egy ilyen filmes eset, hogy a fehér, aki vele dolgozott, az fogta magát és eladta őt is rabszolgának. Jó pár évet kénytelen volt leúzni rabszolgaként, annak ellenére, hogy egy nagyon jeles helyi vezetőnek volt a fia, és később Angliába került, és ott a társasági életnek az egyik ilyen nagy fénypontja volt. Intelligens, kifinomult ember volt, európai kultúrát
tanult már Afrikában is korábban. Tehát az ottani kapcsolatok se olyan egyszerűek, hogy a vadember meg a bölcs európai találkozott. Ott egymással hatással voltak mind a két oldal. Az ottani fekete elit is elkezdett időnként európai szokásokat felvenni. Főleg akik napi kapcsolatban voltak ezekkel. Tehát itt is lehet látni, hogy még a haja is olyan, mint a korszakban az európaiaknak a haja, nem rastafari, hanem az akkori európai divatot követi. Az öltözködésében is, és végül kiszabadul egyébként, és Angliába megy, és képzeljék el, mi lesz belőle? Rabszolgakereskedő. Tehát rabszolga volt, és ennek ellenére semmilyen lelkiismeret furdalása nem volt, hogy ugyanezt az üzletet vigye tovább. Ez a korszakban nem merül fel, nincsenek ilyen fajta... legalábbis nem, legtöbb ember nem volt ilyen fajta probléma, hogy attól, hogy őt eladták rabszolgának, attól másokat ne akarjon ilyen sorba juttatni. Ez az előrelépésnek, a társadalmi előrelépésnek egy lehetősége volt, amivel sokan igyekeztek élni, fehérek, de feketék is. Egyébként érdekes módon meg is írta a történetét később egy könyvbe, kiadta angolul. Angolul írta meg a történetét, úgyhogy ez olvasható egyébként. Tehát ő megírta, hogy egy királyi afrikainak a memoárja vagy emlékirata egy ifjú herceg, Anamabe, ifjú hercege néven, álnéven írta meg ezt a történetet. Tehát nagyon érdekesek ezek a történetek, sokkal árnyaltabb a világtörténelem, mint ilyen csúnya, gonosz fehérek és ártatlan, szegény feketéknek a világa. Ez nem így működött a világban soha. Egyébként, hogy milyen volumenű volt ez a kereskedelem, van egy ilyen, hogy melyik jelenlegi tudomásunk, a tudomány jelenállása szerint nagyjából így néz ki. Tehát az angolok 2.532.300 embert szállítottak át Afrikából Amerikába. A portugálok 1.796.000-rel a sarkukba, a franciák 1.180.000, a hollandok 350.000, észak-amerikai gyarmatok 200.000 majdnem, a dánok 73.900, és mások, svédek, brandenburgiak, ez sem annyira ismert. Ugye Brandenburg, abból lett később Oroszország. Oroszország ebben az időben a lengyelek alá tartozott. Voltak éppen ezek lengyel vazallusok voltak, akik ott egyébként szintén létesítettek egy-két ilyen támaszpontot. Nyilvánvalóan a lengyeleknek semmi köze hozzá, brandenburgi poroszok voltak, akik szintén foglalkoztak ilyennel. És a svédek is eléggé onnan lehet ismert, hogy ugye Delaware, később az amerikai államnak a helyén, ugye eredetileg svéd, új Svédország volt, ott is volt egy svéd gyarmat. Ugyanúgy, ahogy a hollandoknak, ugye New Yorknak az eredeti neve az New Amsterdam volt, tehát azt később az angolok elveszik tőlük, de az pedig egy holland gyarmat volt. Ugye Pennsylvániában mai napig léteznek pennsylvániai hollandok. Nem nagy létszámmal, de léteznek. Tehát ez a rabszolgakereskedelem, ez egy üzleti vállalkozás volt, és így is éltek vele. A másik érdekesség, hogy miért kellettek ezek a rabszolgák, mihez kellettek. A legfontosabb, az első, ami igazából a rabszolgaságra vitte az embereket, és minél több rabszolgára volt szükség, az a cukor. A cukornád ültetvények. Ez elsősorban egyébként nem az Egyesült Államok mai területére vonatkozik, hanem a Karib-tenger térségére. Rengeteg nagyon alkalmas sziget volt, ami cukortermelésre hasznos volt, és oda vittek elsősorban. Itt egyébként egy kicsit érdekes megközelítése a témának, angol szövegekben a cukor említésének az aránya, hogy hogyan növekedett a cukor. És egyébként, ha megnézzük a fogyasztást, mert azt is lehet látni, valójában az említések száma az követi a termelésnek a számát. Tehát ugyanúgy, ahogy például megnéznénk, hogy CD lejátszónak az említése szövegekben, az megmutatná nekünk egy ívbe, hogy a CD-k mikor léteztek. Előtte nyilvánvalóan, miért a CD létezett, nem használtuk ezt a szót. Aztán most szépen lassan most meg kifogy, elfogy, nem lesz, antik lesz. Tehát a cukor volt az első. Itt vannak a cukornád ültetvények. Ilyenek voltak az Egyesült Államokban is, elsősorban a délebbi, a legdélebbi, mély dél államaiban. De voltak még más termékek, amikre rabszolgákat használtak. Az indigó például. Nem annyira ismert, hogy az indigo az mi a fene volt. Régen ez egy nagyon fontos anyag volt festéshez. Illetve mi inkább úgy ismerjük, mint a nyugtákban lévő anyagot, ha ráírunk, akkor másolja a szöveget már. De az indigo egy nagyon fontos termék volt, így néz ki egyébként az indigo növény. És ilyen az a festék, amit nyernek belőle, hogy ez az indigo kék. Virginiának különösen érdekes volt a dohány. Mai napig az Egyesült Államokban a legjobb dohány az Virginiában készül. És természetesen nem lehet kihagyni azt, ami a leginkább ismert, a gyapot.
ugye, a gyapjú mellett a gyapot volt az elsődleges ruha előállítási termék abban az időszakban. Tehát ez egy alapvető, főleg Angliának és Franciaországnak kulcsfontosságú volt, hogy a gyapot eljusson oda, és ott feldolgozzák, és textil neműket készítsenek belőle. És ami még nem annyira ismert, de a délen elég népszerű volt a rizs. A rizsültetvényeken. Ezeken mindegyiken rabszolgák dolgoztak. Igazából legjobban akkor jöttem meg, hogyha egy latifundiumokban nagy volumenben dolgoztattak rabszolgákat, de a helyi elitnek csak egy kis része volt, aki igazán nagy számba képes volt rabszolgákat venni. Ugyanis minden ellenkező véleményen ellentétben a rabszolga nagyon drága volt. Mindegyik korszakban. Mindjárt látunk majd ilyen számokat egyébként. Itt azt lehet látni, hogy hogyan futott fel 1690-ben például, hány cukor és hány indigómű volt, és hány fehér és hány rabszolga dolgozott Szent Dominiken. Ez a Dominikai Köztársaság ma. És utána 1700-ban, és lehet látni 1713-ban, hogy érkeztek a rabszolgák, és hogyan futott fel ez a termelés. Annyira nem érdekes, de érdekes olyan szempontból, hogy ez az a korszak, amikor beindulnak ezek a rabszolgaültetvényeknek a terjeszkedése. A másik az, hogy hol vannak ma a feketék, elsősorban Amerikában, ugye ezt fekete övnek is szokták hívni. Ezek azok a területek, ahol az Egyesült Államokban feketék ma többségben vannak. Tehát elég jól kimutatja a délnek a területét. Ma már egyébként nincs olyan koncentráció, mint régen. A feketék sokkal több helyen élnek ma az Egyesült Államokban, mint régebben, elsősorban nagyvárosokban szivárognak be, és ezeken a területeken meg fogy, bármilyen furcsa, majd a végén lesz egy ilyen adat. Tehát abban az időben, 1860-ban mit gondolnak, az amerikai lakosság hány százaléka volt fekete? Az egész Egyesült Államokban 32 millióból, ugye elmondtam 4,5, tehát nagyjából ki lehet számolni. Egyébként 14 százalék. Mit gondolnak ma mennyi? 14. De nem nőtt a számuk. Ugye ez az 1930-as évekig leesett 9,8-ra, és utána kezdett el újból felfutni. Tehát egyébként gyakorlatilag csontot vannak, mint 1860-ban ilyen szempontból, de filmek alapján egyébként ma nem ezt tapasztaljuk, hogy ilyen kicsit csúnya legyek. Tehát van egy ilyen túlprezentációs kényszer manapság. Épp tegnap hétvégén néztem meg az új részeit, mi volt ez? Az alapítvány trilógiának két része jött ki, gyakorlatilag feketékből állt az egész világ, pedig a sci-fi univerzumot nem így írta meg Asimov. Na mindegy. Tehát van egy ilyen fajta túlprezentációs kényszer, ugyanez, mint annak idején Amerikában azt is megkérdezték, hogy Amerika lakossága hány százaléka lehet zsidó, és az amerikaiak megtippelték, hogy olyan 10-15, és közben meg valójában másfél 2. Tehát egész egyszerűen vannak olyan időszakok, amikor nyilván ez egy kompenzáció, mert volt olyan időszak, amikor meg nem lehetett látni feketéket tévébe. Tehát ezt is lehet mondani, hogy az inga most a másik irányba lenki. Ezeket inkább érdekességként mondom, semmi ideológiai hátteret ne tessék keresni mögé. Az ültetvények másik érdekessége, hogy vajon hogyan bántak a rabszolgákkal. Mint mondtam, a rabszolga drága jószág volt, drága volt, nehéz volt hozzájutni, komoly pénzeket kellett. Volt olyan időszak, amikor egy rabszolga az 1000 dollárba került. Ez most nem tűnik soknak, belátom, de abban az időszakban más pénzértékek voltak. Na, mindjárt lesznek összehasonlítási alapok, hogy az mégis mit jelentett. Itt azt jelent, ez a táblázat azt mutatja meg, hogy mennyi ideig éltek a rabszolgák egy ilyen birtokon. Ugye itt a drivers, ez az gyakorlatilag a rabszolga hajcsár. 58 év volt amikor átlagban meghaltak. Alatta lehet az ilyen iparosokat, az 48,6, ez a férfi a baloldali sáv. A mezei munkások 43,4, és átlagban a férfiak 45,3%-a értek a feketék ezeken a birtokokon. Jobb oldalt a nőké, lehet látni érdekesség, hogy a nők tovább éltek akkor is, ellentétben azzal tehát hogy ez általában később alakult ki, de egész egyszerűen arról van szó, hogy másfajta munkákat végeztek. Nyilvánvalóan a hűsültetvényen a legnehezebb munkákat nem a nők végezték, hanem a férfiak. Itt is lehet látni, hogy a domestik, ugye ez a házi rabszolgának tehát aki az asszonyát öltöztette, segítkezett, nyilvánvalóan sokkal jobb körülmények között élt, mint egy mezei munkás. Meg is látszik, hogy 12 évvel átlagban tovább éltek. Tehát bekerülni az elit, igazából a rabszolgák között is utálták olyan szempontból egymást, hogy a házon belüli rabszolgák és a kinti mezei rabszolgák között volt egyfajta ellentét, ezt elég sokszor kimutatták. A házi rabszolgáknak néha még a családi ügyekben is volt elég komoly beleszólásuk. Volt a mama, általában egy ilyen idős hölgy, aki felnevelte a csemetéket, azoknak általában elég komoly tekintélye volt. Tehát a rabszolga jogállás sem egy síkú dolog, hanem eléggé szerteágazó volt. Mind életmódban, mind a körülményekben. Nyilván van egy olyan rabszolga, aki a házban együtt élt ezekkel az emberekkel, sokkal jobb
életességekkel rendelkezett, sokkal jobb életkörülményekkel rendelkezett, mint az, aki kint volt az ültetvényeken. Egyébként olyan történetről is tudunk, hogy egy ilyen rabszolga hajcsár, aki felügyelte őket, kezet emelt erre a mamára, aki felnevelte a trónörököst például, és azonnali hatállyal elbocsátották. Itt nem arról van szó, nem fogom azt hazudni, hogy ez egy jótékonysági intézmény volt, de a rabszolgákat nem lehetett csak ütni verni. Tehát nem az izaurában élünk. Ezek értéket képviseltek, a déli emberek, akik presztízsükkel a rabszolgatartásból állt, egymás között is kinézték azokat, akik nagyon rosszul bántak a rabszolgákkal. Ez nem, ettől függetlenül nem jótékonysági intézmény volt, de igyekeztek a saját érdekükből is ezekre a rabszolgákra vigyázni. Mert értéket képviseltek, és ők voltak a termelő erők, és ez nem volt olcsó. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem verték meg őket, hogyha olyan volt, hát a gyilkosság azért az elég ritka eset volt, de előfordult, tehát azért komoly büntetések voltak. Itt például egy ültetvényt fogunk megnézni 1849-ben, Margaret Mitchell Harris. Azért érdekes a neve, mert ő fekete, és hölgy, és rabszolgákat tartott Dél-Karolinába. És nem sokkal vagyunk a polgárháború előtt. Itt van egy ilyen költségvetése, hogy mire költött. Vett egy birtokot, és itt lehet látni, hogy 22.050 dollárért vett 49 rabszolgát. 22.000 dollár, óriási összeg a korba. Fejenként tehát 450 dollárba került egy rabszolga. Utána megnézzük, 981 akre földet vett. Ez egy akre az olyan 0,4 hold. Tehát ez azt jelenti, hogy ez körülbelül olyan 500 hold, tehát egy elég jelentős birtokról beszélünk, azt 4000 dollárért vette. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy rabszolgát át lehet váltani, hogy mennyi földet lehet belőle venni. Elég sokat. Utána alatta ugye különböző állatok vannak, felsorolva, hogy mennyit vett a birtokra állatokat, 895 dollárba kerültek. Utána az egyéb ilyen farm felszerelések 100 dollárba, összesen kiadott 27.095 dollárt erre a birtokra, ez volt a befektetés. Itt az van, hogy mennyi volt a bevétele, itt rizst termeltek, az első évben 7.632 dollár volt a bevétele a rizsből, és itt meg a kiadásokat lehet látni, a 49 rabszolgának ruha, élelmiszer, gyógyszer 1.148 dollárba került. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezekről nem gondoskodtak, félreértések elkerülése véget. Lehet látni, hogy elég komoly, a kiadásoknak elég jelentős része, az összes kiadás 2636 dollár volt, annak majdnem a felét azt tette ki, hogy a rabszolgáknak mit adtak. Ezt el lehetett volna vinni, de az nyilván már annak a kárára megy, hogy hogyan dolgoznak meg, hogy megbetegednek és meghalnak. Tehát ezt nem lehetett egy bizonyos. Itt lehet látni, hogy különböző adókat kell befizetni, különböző eszközöket és egyéb dolgokat vettek, és lehet látni, hogy egyetlen egy év alatt majdnem 5000 dollár volt a haszna. Ami mutatja, hogy miért érte meg ezeknek az embereknek a rabszolgaság fenntartása, és mutatja azt is, hogy miért nem mondtak le róla olyan olcsón. Ez egy igen komoly bevételi forrás volt. És mindenki, aki csóró fehér volt a délen, az szeretett volna gazdag fehér lenni és rabszolgatartó, ugyanígy a csóró szabad fekete szeretett volna gazdag rabszolgatartó fekete lenni. Vannak komoly kimutatások, van egy remek könyv, angolul jelent meg, ami azt mutatja, hogy csak Charleston városában 450 fekete tartott rabszolgát. Ez egy akkoriban egy 40 000-es város, a fekete lakosság nem túl nagy, vagy elég nagy az aránya, de nagy részt rabszolgák voltak. A szabad feketéknek bizony a jelentős része tartott rabszolgát. Más kérdés, hogy ezt lehet árnyalni olyan szempontból, hogy nagyon sokszor az is előfordult, hogy egy fekete egyetlen egy rabszolgát tartott, aki a felesége volt. Most lehet, hogy ma is úgy gondolják néhányan, hogy azok, de itt ténylegesen erről van szó. Ugyanis az történt, hogy ő felszabadult a férfi mondjuk, és utána a feleségét megvette magának, mert már nem volt jogi lehetősége felszabadítatni a feleségét, ezért megvette kvázi rabszolgaként, de valójában nem. Igazából a rabszolgaságnak a legnagyobb szemétsége ebbe a korszakba itt az volt, nem is az, hogy rosszul éltek, mert valószínűleg, hát most ahhoz képest, ami akkoriban Afrikában éltek a feketék, ahhoz képest itt jól éltek, idézőjelben, ami nem jó, mert rabszolgák, de ettől függetlenül vagyoni helyzetüket, élelmezésüket, gyógyszerezésüket számítva, hát hogyha összevetjük a korabeli Afrikával, nem biztos, hogy rosszabbul jönnének ki, sőt. Ami igazán rossz volt, az az volt például, hogy bárki, mikor eladhatták a feleségedet, vagy a gyerekedet.
Tehát igazából ez volt az, ami nagyon visszatetsző volt az egész rendszerbe, hogy nem is köthettek a rabszolgák valójában valódi házasságot. Csináltak házassági esküvőket, de nem azt mondták, hogy míg a halál el nem válasz, hanem amíg el nem adnak. Tehát ezek azért brutális dolgok, de nem olyan, nem úgy brutálisak, mint az Izaura. Tehát már nem ismerjük, ti már nem is ismertek az Izaurát. Tehát régen voltak rabszolgatartás bemutató filmek, hogy úgy mondjam, nem dokumentarista jelleggel. Egyébként néha ismerjünk rabszolgákat név szerint is. A másik meglepetés egyébként, ha megnéznénk a rabszolgáknak az összeállítását, az, hogy meglepően sok köztük a nő. És meglepően sok köztük a gyerek. Jó, mondjuk ez annyira nem meglepő, mert abban az időszakban a gyerekek száma elég gyakori volt. De megérte a gyerekeket is felnevelni, és megérte őket, hiszen 1808 után az Egyesült Államokban nem lehetett Afrikából rabszolgákat hozni. Az angolok elérték azt, hogy eznek a tilalma az egész Atlanti-óceánon megszűnt a rabszolgakereskedelem. Már csak az volt a délieknek a lehetősége, hogy a helyi rabszolgákkal foglalkoznak, azokat adják el egymásnak, illetve nyilván akik az új nemzedékek felnőnek. 1860-ban már nem nagyon éltek Amerikából olyan feketék, akik Afrikából jöttek, hanem már 2-3 nemzedék azóta minimum ott volt, de inkább 3 vagy 4. Tehát akkor ők már soha nem látták Afrikát. Itt például neveket lehet látni, hát érdekes neveket adnak így. Little John, kis János, nem? Big John, nagy János. Tehát nyilván termetre és egyéb dolgokkal is lehetett játszani. És itt is lehet látni, hogyha a neveket megnézzük, hogy elég sok köztük a hölgy. Vannak egyébként mai napig ilyen bemutató helyek, hogy hogy nézett ki a rabszolgaság. Ez a Shelter Island, New Yorktól nem messze, a Sylvester Manornak nevezett. Ez 1980-ig az a család élt itt, aki annak idején az 1600-as években rabszolgákat tartott. Tehát évszázadokon keresztül ebbe a házba éltek, akkor halt ki a család, és ma múzeumként működik. És hát itt a családnak a leszármazása, így néz ki a terület, itt a sziget, itt a házikó, nem sokat változott az évszázadok alatt. És itt lehet látni, hogy ez például egy kisebb fajta gazdaság volt. Nem tudjuk pontosan hány rabszolga dolgozott rajta, 20 és 200 közöttre teszik a számát, 20 biztosan, 200-at egyes feltételezések tesznek. Ekkor állományhoz én nem gondolnám, hogy annyi lett volna, meg nem is egy nagy szigetről beszélünk. És voltak olyanok is, amiket itt közös vállalkozásként más tulajdonosokkal együtt üzemeltettek rabszolgákat. Tehát nem mindegyiknek egy gazdája volt egy rabszolgának, hanem lehetett ez egy gazdasági cég is, vagy ilyen csúnyán mondjuk. De hogy mégis hogy nézhetek ki ezek a korszakban, itt lehet látni egy ültetvénynek ez a ház, amiben a birtokos lakott, nem egy óriási palota. Ez a rabszolgáknak a helye. Tehát, hogyha mondjuk ezt összevetjük a korabeli afrikai lombkunyhókkal, vagy akár csak a Magyarországon némely helyeken meglévő házakkal, akkor nem is bizony, hogy sokkal lejjebb van, sőt. A másik kérdés, viszont sokan laktak be. Tehát a ház, egyébként Amerikában abban az időszakban a fa az gyakorlatilag mindenhol termett, tehát gyakorlatilag lehetett nagyon könnyen házakat építeni, mai napig ugye nagyon könnyű szerkezetesek az amerikai házak, hogyha elviszi a hurikán, akkor gyorsan letesznek egy másikat. De ugyanez volt akkoriban is a helyzet, lehet látni ezeket a házakat, némelyik téglaépítési volt, némelyik kő a legtöbb az. Ugye itt lehet látni azt is, hogy mi a fűtési, hát nem tudom, hogy szerintem ott eredetileg valószínűleg a fűtés volt, és nem pedig ajtó volt, de most ezen nem filozofálgatok. Tehát valahogy így néztek ki ezek a házak. Ez egy érdekes példa, ez egy kukorica, tehát a kukorica ültetvény volt. Itt az volt a lényege, hogy a kukoricát föntről fölvitték, és onnan leszórták, és hogy a pejvát azt meg elválasztotta tőle a kukorica szemektől a különböző járulékos dolgokat, és aztán meg összegyűjtötték, és úgy zsákolták be őket. Tehát így nézett ki egy ilyen ültetvény. Nyilvánvalóan nem egy jó élet várt egy rabszolgára feltétlenül, de ki lehetett belőle jutni valamilyen szinten. Nagyon keveseknek, de sikerült. Mutatok néhány érdekes térképet még a rabszolgasággal kapcsolatban, aztán mennünk kell. Itt az Amerika népsűrűsége egyébként, hogy egyes években hogy települt be az Egyesült Államok, 1790-től. Ugye népsűrűséget mutatja egy kilométer vagy egy négyzetmérföldön belül. Azt is lehet látni, hogy az eleinte a dél eléggé fejlett volt, és egyre inkább visszahúzódik majd az északnak a hátrányára. Az észak egyre jobban elhúz. New York, Baltimore, ez a Boston, tehát ezek a részek egyre jobban elhúznak a déltől. Itt azt lehet látni, hogy a rabszolgaság aránya az egyes államokban hol mennyi. Tehát minél sötétebb, pirosabb, annál több volt a rabszolga százalékosan. Lehet látni, hogy messze a déliek vannak fölényben.
és északon ugye egyre inkább visszaszorul a rabszolgaság, délen pedig egyre több helyen megerősödött az 1820-as és az 50-es években. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat. Eleinte egyébként mindenki azt hitte, amikor megalakult az Egyesült Államok, hogy a rabszolgaság szépen lassan el fog tűnni. És valóban az 1820-as évekig úgy tűnt, hogy ez így is lesz. Egyre több volt a felszabadított fekete rabszolga, és ekkor viszont a gyapotnak a robbanása ezt megváltoztatta ezt a dolgot, árrobbanása, felfutott az ipari forradalomtól a textilgyártás, és gyakorlatilag mindenkinek szüksége volt a gyapotra, és ez volt a legjobb megoldás a délieknek, hogy kiterjesztették a saját rendszerüket máshova is. Itt az szabad afrikaiaknak, akik föl vannak szabadítva, azoknak a számát lehet látni. Lehet látni, hogy északon, New York környékén topzódnak leginkább, délen is azért voltak olyan helyek, ahol elég sok volt a felszabadított rabszolga. De hát itt lépszámuk van. Ez egy elég komoly törést okozott az 1820-as évektől. Itt azt lehet látni ezen a térképen, hogy mennyi szabad állam volt, és mennyi rabszolgatartó állam volt az Egyesült Államokon belül. Ugye lehet látni, 1789-ben 8 rabszolgatartó és 5 szabad. 1800-ban 9-8 volt a rabszolgatartók aránya, 1821-ben 12-12, 37-ben 13-13, 46-ban 15-14, 50-ben 15-17, és 1861-ben már 15-19. Lehet látni, hogy hogyan törnek előre egyre inkább azok az államok, akik tiltják a rabszolgaságot. Ez egyébként egy elég komoly vetélkedés zajlott, hogy a déliek is próbálták kiterjeszteni a rabszolgaságot, mert úgy érezték, hogy ha egyre több szabad állam lesz, akkor nekik egyre kevésbé lesz esélyük megtartani hosszú távon a rabszolgatartás intézményét. Egyébként ők meg is ideologizálták maguknak, elmondták azt, hogy ebből van a rasszista megközelítése a dolgoknak, hogy a feketék nem alkalmasak arra, hogy önállóan működjenek, ezért kellenek nekik a fekete mesterek. Tehát a déliek ezt meg is ideologizálták ilyen szempontból. Ugyanakkor nem tiltották azt sem, hogy a feketék rabszolgákat tartsanak, mert ez egyrészt ilyen szelep volt, másrészt bizonyítéként mutatták fel, hogy ha valaki dolgozik, akkor náluk ki lehet törni. Tehát egy ilyen elég érdekes kettős játszmát játszottak ők is. Voltak olyan ügyek, amik eléggé elmérgesítették a két fél között, észak és dél között a helyzetet. Az egyik az a Dred Scottnak az ügye volt, aki egy délen született rabszolga volt, akit a gazdája elvitt északra egy szabad államba, és utána, miután visszavitte délre, Dred Scott jogászhoz fordult, hiszen olyan államba vitték át, ahol nem létezett rabszolgaság, tehát ő elveszítette, úgy értette a bilincseit, hanem mostantól rabszolga helyett ő szabadnak számít, mert átvitték egy szabad államba. De a bíróság Amerikában nem így ítélt, tehát visszaadták a gazdájának. És ezen egyébként egy éven belül kiszabadult. Úgyhogy utána, tehát ugye manumissziónak hívják ezt a rabszolga felszabadítást, tehát utána elérte a szabadságot, de azt hiszem nem sokáig élt már utána. Mindenesetre egy ilyen precedens ügy zajlott, ami eléggé felháborította azokat, akik a rabszolgaság elleni abolicionisták voltak. A másik ilyen elég érdekes eset volt, és ezt jobban szokták ismerni, főleg régen elég nagy teret kapott a magyar irodalomba is, mert meg lehetett ilyen marxista közelítése is ezt támogatni, ez a John Brownnak az esete, aki egy elég agresszív abolicionista volt, tehát ő fegyveres felkelést akart kirobbantani egy Harper's Ferry nevű városnál, és rabszolgákat is csatlakoztatott magához, amitől a dél a legjobban rettegett, hogy ilyenek ne legyenek. Ezt elfojtották és kivégezték, és ebből ilyen mártírt csináltak John Brownból, aki egyébként egy gyilkos volt, tehát annyira nem kellene mártírt csinálni belőle, mert korábban egyébként ilyen rabszolgatartó családokat, akik Missouriban éltek, egészen társaival együtt lemészárolt. Tehát ő sem volt egy hófehér emberke ilyen szempontból. Minden esetre ezek is megelőlegezték már, de az igazán ez a 1860-as választás tette be a pontot, hogy itt háború lesz. Ugye Amerikai Egyesült Államok egy szövetségi köztársaság, ez azt jelenti, hogy a választási rendszer eléggé más, mint a miénk. Tehát itt nem úgy működik, mint nálunk, ugye most jövőre választás lesz, elmegyünk szavazni, szavazunk egy pártlistára, szavazunk, és összeadják őket, aki helyi képviselővel, aki rászavazunk, az nyer, aki a legtöbbet kap. Töredékszavazatokat meg különbözőképpen számolják, az Amerikai Egyesült Államokban ilyenek nincsenek. Tehát elnöki választás esetén van egy személyi szavazat, leadom az államomban, és aki az államban nyer, az viszi gyakorlatilag az egész államnak a szavazatát. Nincsenek töredékszavazatok. Nem annyira drasztikus, mint mondjuk az angol rendszer, de mindjárt megmutatja, hogy mennyi anomália van benne. Négy jelölt is volt. Abraham Lincoln, bal felső sarokban szemből nézzük, elég közismert jelenség. Vele szemben
John C. Breckinridge, ő déli demokrata színekbe indult, Lincoln republikánus. Ez ekkor alakult, egy nagyon friss párt volt akkor még a republikánus, a korábbi vigektől és demokratákból is lemorzsolódott csoportokból alakult. Ő demokrata volt Breckinridge, és ő a rabszolgasságnak a támogatója volt. Lincoln meg a rabszolgasságnak az ellenzője volt. Indult még kettő másik is, John Bell egy alkotmánypártnak nevezett, ez is ilyen töredékekből összeállt új párt volt, nem sokáig létezett, egyetlen egy évig erre a választásra készült fel, aztán vége. És itt van az északi demokrata, Stephen A. Douglas, ő pedig egy északi demokrata volt, ami mutatja, hogy a demokraták ketté szakadtak. Tehát északon mást támogattak a demokraták, mint délen, egész egyszerűen azért, mert Douglas délen nem fogadták el, mert egy ügybe, ami a rabszolgasággal volt kapcsolatos, nem nekik kedvező döntést hozott, ezért ketté szakadtak a demokraták. Tehát négy jelölt volt, és így nyert Lincoln, de mindjárt megnézzük, hogy mennyire érdekesen. Lincoln a szavazatoknak 39%-ával nyert, és így lett elnök. A 39%-kal az elektori szavazatoknak megkapta a 60%-át majdnem. Ugye ez egy nagyon furcsa rendszer az amerikai, ott lehet kevesebb szavazattal meg lehet nyerni egy választást. Ugye annak idején Trump is így nyert Hillary ellen. És más több, nem sok, de néhány esetben előfordult, hogy kevesebb szavazatot kapott valaki összesítve, és mégis nyert, mert több államot, több államban nyert. Ugye itt elektronikus szavazatok vannak, és ha mondjuk Georgiában egyetlen egy szavazattal Lincoln megelőzte Breckinridge-t, most csak hülyeséget mondtam ott éppen, nem? Az azt jelenti, hogy Georgiának mind a 15 szavazatát, ami elektori, azt mind megkapta Lincoln, akkor is, ha csak egyen nyert. Ha a másik államban, mondjuk Marylandbe, Breckinridge minden szavazatot besöpör, és ő megkapja az összes elektort, mondjuk azt a kettőt, tehát teljesen aránytalan olyan szempontból a rendszer, hogy nem úgy működik, ez egy szövetségi állam, és nem egy egész államban, ez Egyesült Államok, hanem választásonként államok vannak. És ezeknek a szövetségé, aki a legtöbb államban nyer, és a legtöbb elektort viszi, az adja az elnököt. Tehát teljesen más a rendszer. Egyébként igen, hogy milyen anomáliák vannak, nézzük meg Douglas-t. Megszerzett 29%-nyi szavazatot, és kapott 3,9%-nyi elektort. Tehát ő kapta a második legtöbbet, és mégis ő kapta a legkevesebb elektori szavazatot. De nagyon érdekes az amerikai rendszer. Lehet ezt igazságtalannak mondani, sok szempontból akár, annak is mondhatjuk, de ez egy szövetségi állam, ez egy más a logikája. Egyébként, hogyha a térképre visszük, így néz ki, lehet látni a szakadást, itt is igen komolyan térképen. Ugye a zöld, az a Breckinridge, aki rabszolgapárti, piros Lincoln, és ugye a másik kettő is megoszlik, ugye voltak a border states, a határállamok, ez Kentucky, Tennessee, Missouri, ezek, ahol a másik kettő nyert. Tehát a határállamokban, itt nem annyira látszik, de hogyha mondjuk átmenjünk az államok színére, és itt mutatja azt is, hogy ki mennyi elektort jelent, itt azért már nagyon látszik a kettő félnek a törése. Hogy mennyire más a délieknek a szemlélete, és mennyire más az északi, és hol vannak a határállamok. Ugye itt Virginia 15 elektorral, 12-vel Kentucky mellette, alatt a Tennessee, 9 Missouri. Tehát ezek a határállamok. Azt is lehet látni, hogy van két északi rabszolgatartó állam is, Maryland meg Delaware, de azok alig vannak néhány szavazattal. És lehet látni a nagy zöld Breckinridge-féle támogatók. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy Lincoln Kaliforniában meg Oregonban nyert, de ha megnézzük az előző térképet, alig volt olyan hely, ahol ténylegesen nyert. Tehát nagyon érdekes a rendszer. 39%-kal elsőprő választási győzelmet lehetett aratni. És nem véletlen, hogy nem fogadták el. Egyébként a legérdekesebb ebben az esetben Dél-Karolina volt a 8 szavazattal, ott már nem is tartották meg a választást, ők kiáltották, hogy ők Breckinridge-t támogatják, senki nem eljen szavazni se. Tehát ők meg se tartották a szavazást 1860-ban. Itt lehet látni ilyeneket, hogy a voksolás, hogy a személyes szavazatokat kb. Hány százalékát kapta ki, és utána lehet látni a következőt, hogy mennyit vitt az elektorként. Tehát nagyon érdekes a rendszer Amerikában, ezt lehet mondani, hogy ez nem igazságos, de ez az ő rendszerük, és most már elég ideje tartják, és a maga logikájával ez egy jó rendszer. Ez a választás, hogy az északi, hogy végül Lincoln lett az elnök, hát az utolsó szeget jelentette az egységes Egyesült Államok koporsójában legalábbis 4 évre. Tehát egyértelműen megkezdődött a szecesszió. Először a már említett Dél-Karolina volt az, aki 1860. decemberében kilépett az Unióból. Egyedül. Itt lehet látni majd a folyamatot ezen a térképen, hogyan alakulnak ki. Ugye 1860-ban mindjárt Dél-Karolina kiválik.
és utána Mississippi is kiválik, egymás után jelentették be 1861 elején Florida. Ez a May Deal. Ugye ők kezdik, ezt jól lehet látni, a rabszolgaságnak a közepe, központi területei. Januárban Kansas akkor szervezik meg, Texas is csatlakozik. Nagyon jól látszik, itt megalakítják a konfederációt február 8-án, ezek már egy önálló államként definiálják magukat, és szövetséget kötnek ezek az államok. Virginia esete nagyon érdekes lesz, de majd egy kicsit visszatérünk. Lehet látni, hogy hogyan szakadnak el, ahogy megy az idő, május 7-e. De még mindig érdekes, a Virginia még mindig sziget. És utána csatlakozik Észak-Karolina, Tennessee is. Egyébként a déliek úgy vélték, hogy Kentucky és Missouri is csatlakozott hozzájuk, mert az ottani vezetőség valóban a konfederációval szimpatizált, de ténylegesen ezt már nem tudták átvinni egyébként. Ezt nem nézzük tovább a térképet, ez, ugye leválasztják majd Virginiáról Nyugat-Virginiát, ezért van ma ilyen állam. És hogy miért, azt is mindjárt megnézzük. Tehát ahol az első lövések eltörténnek, az eldördülnek, az jellegzetes módon Dél-Karolina lesz, Charlestonnak a... Már is értünk idáig. Eldördült az első lövés, majdnem egy óra után. Charleston kikötője, ugyanis Charleston volt Dél-Karolinának a legfontosabb kikötővárosa. Ahogy mondtam, itt jelentős fekete rabszolgatartó közösség is élt egyébként, és ennek a bejáratát viszont egy erődítmény őrizte, a Sumter erőd. Ez a mai napig létező erőd. Nem megyünk oda, majd később fogom megmutatni mégiscsak. Így néz ki Charleston, itt az erőd miután szétlőtték. Ugye április 1861. április 12-13-án egy ilyen játszadozás zajlott, Lincoln megpróbált. Mind a két fél egyébként próbálta békésen végigvinni ezt a dolgot. Nyilván a déliek is annak örültek volna, hogyha békésen el tudnak szakadni. Lincoln meg annak örült volna, hogyha békésen vissza tudja őket csalogatni. Mind a kettő manőverezett, mind a kettő megpróbálta azokat a határállamokat a maga pártjára állítani, de egyre inkább nyilvánvaló, hogy ez nem fog menni. Április 12-13-án eldődülnek az első lövések, a Sumter erődöt a helyi milícia, déliekből álló milícia tűzőségi tűz alá veszi, majd addig lövi, amíg meg nem adja magát. Ezek az első lövések. Ez még azért érdekes, mert még mondjuk Virginia még semleges állásponton van. Virginia nagyon kulcsfontosságú az egész stratégiai szempontból, mert olyan helyen van, ahonnan Washingtont elég jól lehet támadni. A másik érdekesség Virginiában, hogy kétszer volt szavazás arra, hogy elváljanak az Uniótól, vagy nem. A fenti az április 4-i álláspont, a kék az Unió mellett, aki nem akar elszakadni, a szürke az, aki el akar szakadni. Lehet látni az elsőt. És lehet látni a másodikat április 17-én, és Virginia el fog szakadni április 17-én. Lehet látni, hogy a kettő között hogy megváltozott Virginiában a hangulat. Ezt április 12-13-a a Sumter erőd, tehát erőt mutattak a déliek, el tudták foglalni az erődítményt, és ezért nyilvánvalóan a győzteshez hajoltak valamilyen szinten. A másik, ami meg felháborította őket, április 15-én Lincoln a lázadóknak az eltiprására 75 ezer önkéntest hirdetett meg, hogy gyűjjenek össze, és hogy leveljük majd a lázadást. És ez Virginiában az ellenkezőt érte el, az, hogy mindenki odaállt hirtelen, hogy akkor elszakadunk. Azt is lehet látni, Nyugat-Virginiában viszont, az a terület, amiben a Nyugat-Virginia, ott viszont az Unióhoz tartozók voltak többségben. Ez az a körzet, amiben a hillbillik élnek. Ezek ilyen hegyi emberek, fehérek, akik általában nagyon szegények, inkább a mai napig is az Appalachia-hegységben élő fehérek gyakorlatilag a legszegényebbek egyébként az Egyesült Államok területén. Kétkezi munkások, általában kemény életmódot folytatnak ott a hegyekbe, bányászok és egyébek, és ezek nem szerették a rabszolgaságot, nekik se voltak rabszolgáik, ezért ők az Unióhoz ragaszkodtak, és ezt jól lehet látni azon a kék sávban, ott bal oldalt felül. Ők mind a két esetben az Uniót választották, később ezért jutalmul le is választják Nyugat-Virginiát Virginiáról, és azért létezik ez az állam 1863 óta. Tehát Virginia egyébként azért is fontos volt, mert jelképes ereje volt. Az, hogy a délhez csatlakozott, Lincoln előtt 15 amerikai elnök volt, és annak majdnem a felét Virginia adta hetet. Tehát maga Washington is virginiai volt. Tehát egy igen jelentős szerepe volt Virginiának. A másik az, hogyha megnézzük a következő térképen, Virginia belenyúlik az északra, elég keményen. És onnan már nagyon közel van Washington. Nagyon közel. Ugye a határállamokat is lehet látni sárgával, balról jobbra haladva, Missouri, Kentucky, majd Maryland és Delaware, négy sárga állam.
Ugye ezek mind a kettő igény tartott ezekre a területekre. Végül Missouri és Kentuckynak a vezetősége délhez, Maryland és Delaware pedig az északiakhoz csatlakozott, úgyhogy ezek a határállamok ezek így megoszlottak. A háború egyébként, hogyha megnézzük gazdasági szempontból, és ezt meg kell néznünk gazdasági szempontból, igazából az elején már elmondtam, akkor még nem kezdtük el az előadást, nagyjából a polgárháború 237 csata és ütközet volt. Ezeknek a felsorolása és elmondogatása semmi értelme nincs, ezért kicsit másfajta megközelítést csinálunk ma. Egyrészt összevetjük a két félnek a lehetőségeit. Ez a pénzügyi lehetőség. Hány millió dollár volt a páncélszekrényben a háború elején? Ugye bal oldalt van az Unió 234 millióval, középen 74-jel a konföderáció, és jobb oldalt 29-el a határállamok, amik fele ide, fele oda csatlakozott, ami mutatja, hogy pénzügyileg a dél rosszabbul állt eleve, mint az északi oldal lakosság arányába is. A 32 millióból nagyjából 10 millió él délen, tehát 2-1 arányba, ebbe is túlsúlyban volt észak. És voltak még rosszabb helyzetek is. Ez például a gyáraknak a száma és a munkásoknak a száma. 101 gyárban északon 1 millió 100 ezer munkás dolgozott, délen 21 gyárban 111 ezer. Ez a nehézipar elsősorban, ami mutatja, hogy fegyvergyártásba, ágyúgyártásba, vasútgyártásba, olyan dolgokban, amik a háborúhoz szükségesek voltak ekkor már, mennyire rosszabbul állt a déli fél. A határállamokat is lehet látni 9 és 70, tehát elég nagy az aránytalanság a két fél között. Dél egy mezőgazdasági állam volt, észak pedig egyre jobban ipari. Ott is még nagyon sok volt a farmer, nagyon sok volt a kétkezi munkás, de a kettő közt iparilag már elég nagy volt a differencia. Ha egy 10-15 évvel korábban tör ki a polgárháború, valószínűleg a délnek jóval jobb esélye jöttek volna. Itt a vasúti hálózat, tehát az Uniónak 20 ezer mérföldnyi vasútvonala volt, a konfederációnak 9000. Tehát az is egy elég fontos tény, és ráadásul a konfederáció vasútvonalai teljesen ilyen hasraütésszerűen épültek ki. Tehát össze-vissza vezették őket időnként, ahogy éppen a gazdasági és a cukor és a gyapot szállítmányi a kikötőkbe megérte nekik, úgy csinálták. Semmi stratégiája nem volt a vasútépítésnek, hogy az a katonai célokra is megfeleljen. Ez az, ami érdekes, tehát ez viszont a mezőgazdaság, amiben lehet látni, hogy sokkal jobban áll. Lovakban mondjuk 3,4 millió volt az Uniónak, 1,7 millió a konfederációnak, nem ezen múlt. Különböző rizs, kukorica, dohány, ökrök, tehát hány millió véka volt belőlük. Lehet látni, hogy dohányból 225 millió font volt a délnek, és 50, de nyilván nem a dohány döntött el, hanem a másik fajta dohány inkább a háborút. Itt egy Chicagóról itt már mondtam, így nézett ki, hogy 1820-ban Chicago, ami 1860-ban már 100 ezeres város volt. Tehát megdöbbentő fejlődés volt ebben a korszakban itt. Az USA és a földrajz. Ugye ez a katona és a hadtörténet az gyakorlatilag földrajz. Jelentős részben behatárolja, hogy merre tudnak mozogni a csapatok, merre kell megtámadni egy várost, hogyan kell irányítani a csapatokat. És tudnunk kell, hogy egy ország tulajdonképpen mekkora. Az Egyesült Államok hatalmas ország, annyira azért nem, mint ahogy a térkép időnként sugallja, de mindjárt elmutatjuk. A tényleges területe az egyes országoknak, hogyha összevetnénk, ugye a térképek azok csalnak. Az minél északabbra vagy délebbre van egy állam, hogyha megnézzük a Mercator félre atlaszokat, akkor torzítanak. Grönland például hatalmasnak tűnik, de nagyon északon van, valójában torzítás miatt van, mert a térképnek megpróbálja nekünk megmutatni azt a területet, a formát visszaadni, de ezt nem képes teljesen. A világos kék az, hogy egy térképen az atlaszban mekkorának látszik az ország, sötét kékben, hogy ténylegesen egymáshoz viszonyítva mekkora. Oroszország nem olyan nagy, mint amilyennek látszik a térképen. Grönlandról nem is beszélve. Az Egyesült Államok, Kanada, és lehet látni, hogy Afrika tömbje viszont mivel közel van az egyenlítőhöz, és ott nincs akkora torzító hatása a térképeknek, valójában ahhoz kell mérnünk mindent. Döbbenetes dolgok vannak, ha az ember térképet néz. Ha Indonéziát rátennénk az Egyesült Államokra, hosszabb lenne Indonézia. És Európánál is hosszabb lenne. Indonéziának ez a szigete, Borneo, kétszer akkor, mint Németország. Egyetlen egy sziget. Tehát a térképet nézni egy élmény. Tehát tényleg térképet nézni mindig érdemes. És lehet látni, hogy az Egyesült Államok is, ott is van torzító hatás. Hatalmas ország.
Európához képest nagyjából ekkora. Tehát ez egy nagy ország. Az a terület, ahol a háború zajlik, kelet-nyugat hosszúságban, a Mississippi-től mondjuk Washingtonig és a tengerpartig, az nagyjából olyan hosszú, mint az a sáv, ahol a németek megtámadják a Szovjetuniót 1941-ben. Viszont a németeknek van 3 millió katonájuk, ebben a háborúban a hadseregek meg általában 50-100 ezer fősek. Tehát ami mutatja, hogy mennyire elveszik még a nagy hadsereg is a térbe. És ezért nagyon fontos az, hogy a földrajzot ismerjük. Ezért most egy kicsit Google-földezünk. A térkép nagyon sokat segít a háborúba. Ha megnézzük Magyarországot, most direkt oda mentem, gyakorlatilag lehet látni, hogy hol zajlanak Magyarország háborúi. A Duna mentén, hogyha végigmegyünk Mohács, az itt van a Duna mentén, Belgrád, Nándorfehérvár, Győr, Pozsony. Ezeken a részeken zajlanak a csatáinknak jelentős része. A másik ugye az mondjuk a Erdély bejárata, kulcsfontosságú Kolozsvár előtt. Hol lehet Magyarországot még megtámadni? Meg lehet támadni a Száva vagy a Dráva völgyébe. Meg lehet támadni természetesen a hágókon keresztül, de elsősorban Magyarországot vagy Bécs irányából, vagy pedig Belgrád irányából lehet megtámadni. Ezek olyan dolgok, amik ma is igazak, 1000 évvel ezelőtt is igazak voltak, és 10 000 év múlva is igazak lesznek. Erről fognak jönni a hadseregek, hogyha hadseregek vonulnak felénk. Ugyanez az Egyesült Államokra is igaz. Ha megnézzük Ausztriát, itt lehet látni Velence felől, Grác irányába, Villach területén vonulnak. Vagy Innsbruck irányába lehet betörni Ausztriába. Vagy Ausztriába a Duna mentén lehet Németország. Ezek mindig ugyanazok a történelmi utak. Nincs változás. Ugyanez az Egyesült Államoknál is nagyon fontos lesz. Ha megnézzük most azt, hogy hol zajlik ez a háború. Itt van Washington. Virginia határa egészen idáig húzódik, Washington határáig. Tehát gyakorlatilag átlátni onnan. Tehát ezért volt nagyon fontos, hogy Virginia konfederációhoz csatlakozott. A másik, amit lehet látni, hogy van egy baromi hosszú hegység, ami ketté vágja az Egyesült Államokat gyakorlatilag, nyugati és keleti része. Ez az Appalachia és annak különböző vonulatai, Blue Ridge Mountains és hasonlók. És ez a hegység ez gyakorlatilag a délnek egy ilyen irányú támadás ellen védelmet nyújt, amíg mondjuk Knoxville vagy Chattanooga a kezükben van, addig nem támadható a délnek a területei. Nem véletlen, hogy ezeken a területeken zajlanak a nagy csaták majd. Az se véletlen, hogy a másik, a terve az északiaknak, hogy elvágják a Mississippit. Hogy ennek a hajóikkal ezt a folyót ellenőrzés alá vonják. És itt van egy erődítmény, Vicksburg, ami a legfontosabb erődítmény lesz a háborúban. Amikor elfoglalják az északiak ezt, onnantól kezdve ketté vágták a konföderációt, mert Texas és ezt a részt elvágták egymástól, mert ez egy átkötő út volt a kettő között. Tehát nagyon fontosak a térképek mindig. A másik az, hogy mondjuk megnézzük Karolinát, itt van Charleston. Itt van Sumter. Hogy mennyire bevehetetlen volt, egy kicsi kis erődről van szó, tehát nagyon aprócska. Ez gyakorlatilag egy ágyútorony a kikötőbejáratánál. Egy erődítmény, ami ágyukkal volt teleszorva, mai napig emlékhely. Ez ellenőrizte, hogy a délnek miért kellett ezt megszerezni, az teljesen nyilvánvaló. Itt az egyik legfontosabb városa, és a kikötő bejáratánál meg ott egy erődítmény. Tehát nyilvánvalóan ezt el kellett foglalni, nem véletlenül itt volt az első összecsapás. De nem ez volt a legfontosabb frontvonal, a kettő volt, a nyugati és a keleti. A keleti frontvonal az Washingtonnal szembe volt. Nagyon érdekes az is, itt van Richmond, Virginiának a központja. Ez lett a konföderáció fővárosa. A másik, hogy itt van Washington, az Unió fővárosa, és a kettő mindössze 160 kilométerre van egymástól. És ezt a 160 kilométert 4 évbe kellett megtenni. Bődületesen lassan haladtak az Unió csapatai, hogyha így nézzük. Ennek azonban rengeteg oka van, és ez megint a földrajz. Egyébként nagyon érdekes dolgokat lehet ilyeneket. Ugye az egyik az, hogy például itt a Chesapeake-öböl, ami az egyik legfontosabb. Ugye mai napig itt van az amerikai haditengerészetnek a támaszpontja, Norfolk. Filmekben mindig itt ide kapcsolnak. És Richmond között a folyók mind a hegyekből a tengerbe folynak. Ezért egymás után védelmi vonalakat alkotnak. Tehát a déliek, hogyha vissza kellett vonulniuk, egyszerűen elmentek a következő folyóig. Ezek nagyon gyors lefolyású folyók, amelyek ha csapadék sok, akkor hirtelen nagyon meg is áradnak. Tehát ezek mögött elég komoly védelmi rendszereket lehetett kialakítani. A folyók nevei egészen viccesek, mert fele részük ilyen indián neveket
hord, és nagyon nehéz kimondani magyar nyelven, Repehenoktól, meg Rapiden, meg mindenféle folyónevek vannak, Csikohomini, meg hasonló nevek, nagyon vicces, hogy úgy mondjam, de ezek a csaták gyakorlatilag, hogyha megnézzük, hogy hol zajlottak, jelent Frederiksborg, itt van például, ez szintén egy folyó mentén van, ez van a már említett Repehenok folyó mentén. Ez gyakorlatilag lezárja az utat, ami Richmondba vezet. Ez egy kulcsfontosságú pont volt a déliek szempontjából, általában Lee tábornok itt ütötte fel a főhadiszállását ezen a környéken, vagy ettől kicsit keletre, ahol két nagy csatát is vívtak, ez volt a Vadonnak nevezett rész. Egyébként mutatja ezt is, hogy mennyire érdekes volt ez a terület. Ez a Vadon, ez például egy olyan terület volt, ahol korábban mezőgazdasági művelés folyt, majd elhagyták, és ezért tele volt ilyen szőlőindákkal, bokrokkal, tehát tényleg egy átláthatatlan sűrű volt. Két nagy ütközetet is vívtak itt, a Chancellorsville-t, illetve a Vadonban vívott ütközetnek nevezettet. Mind a kettő konföderációs sikerrel ért véget, jobban ismerték egyszerűen a terepet, mert ők voltak otthon. Tehát ez volt a legfőbb oka annak, meg hát a szerencséjük is meg volt azért hozzá kell tenni. Átláthatatlan, egy-egy elleni küzdelemé töredezett szét, a csata nem lehetett vezetni. Tehát ez is okozta ezt. A másik, ami nagy előnye volt a délieknek, ezt is térképen jól lehet látni, ez a völgy, a Shenandoah völgye, ez a Shenandoah folyó völgye, lehet látni olyan, mint egy kürtő. Ha ezen felvonultak a déliek, Washington mögött jutottak ki. És mind a két oldalról védte őket a hegység. Tehát ez azért volt nagyon fontos, nagyon sok déli beütés érte, az összes támadása szinte a délieknek ezen ment végig. Stonewall Jacksonnak a leghíresebb hadját, a szintén itt zajlott a Shenandoah völgyébe. Mert voltak kiutásai balra, tehát fenyegethették ezen felvonulva Washingtont oldalról. Ki lehetett jutni egy bizonyos Gettysburg nevű városnál szintén, tehát nem véletlen, hogy ott zajlott az a csata, ahol zajlott. Illetve ha még tovább hajlottak, akkor kimehettek Baltimore vagy Philadelphia felé is, tehát a nagyvárosaikat fenyegették az Uniónak. Tehát ez egy kulcsfontosságú előny volt a délieknek, hogy ez a rendelkezésükre állt. Természetesen az északiaknak is lehet mondani, de itt nem volt olyan célpont közelbe, amit támadhattak volna, míg ezen végighajtva nagyon közel volt minden nagyváros szinte. Tehát ez egy kulcsfontosságú előnyük volt. Ez volt a keleti harc szintén, hogy úgy mondjuk. Ettől nyugatra sokkal esetlegesebb volt, egy nagyon hosszú, hát front szakasz, nem így hívták abban az időszakban, volt, ami elsősorban Tennessee meg Kentucky birtoklásáért zajlott, illetve a Mississippi folyónak az ellenőrzéséért. Tehát ez a két keleti és nyugati front volt. A fő front az a keleti volt, ugye a Lee tábornok az gyakorlatilag végig ezen a hadszintén tartózkodott, itt vívta ki a győzelmeit, amivel híres. Tehát ezt valahogy így kell elképzelni. A Mississippi-től nyugatra lévő részek, ezek a hatalmas területek ekkoriban még gyakorlatilag lakatlanok voltak. Kisebb összecsapások arra is zajlottak, és még Kaliforniában is voltak összecsapások, de minimális a jelentőségük. A háború nem ott dölt el. Az első ötlete az amerikaiak, vagy az Uniónak az volt, hogy az úgynevezett Anaconda tervvel fogják a delet, a dílt legyőzni. Ennek gyakorlatilag az volt az értelme, hogy hajókkal blokád alá vonják a déli kikötőket, és így gazdaságilag összeroppantják. Egyébként érdekes módon a déliek is erre játszottak, hogy csinálják ezt az uniósok. Úgy gondolkodtak, hogy ha az unió elzárja a kikötőiket az angol meg a francia hajók ellen elől, akkor nem tudják a gyapotot elvinni Európába, és az angolok meg a franciák majd a konfederáció mellé állnak, hogy ismerjék el. Tehát, hogy mert nekik szükségük van arra a gyapotra, amit a dél szállít. Tehát egy ilyen diplomáciai játszma zajlott, ez nem jött be. Az lett a vége, hogy a britek inkább egyiptomi gyapotot kezdtek el szállítani, tehát nem jött be a trükk. De ez egy ötlet volt. Ez ebből következett egyébként, hogy ebben a háborúban zajlik le az első páncélos hadihajók közötti összecsapás. Ebben a korszakban alakultak ki az első ilyen hadihajók. Az a Brit Warrior, ami mai napig megvan, az első olyan hajó, ami Nagy-Britanniában páncélozott hajóként épült, sőt az egész hajótest az vasból készült, páncélozott és páncélozták. Itt pedig vele szemben a franciáké, ekkor kezdődött az a hajófejlesztési verseny, ami gyakorlatilag az első világháborúig eltartott kisebb-nagyobb szakaszokon. A franciák egy fából készült hajót készítettek, de páncélozták az oldalát, ez a Gloire. Tehát ez a két hajó volt, akkor ilyen francia angol adok-kapok volt, hogy ki az, aki jobb hajót épít, és ebben a pillanatban az összes régi fából készült hajó gyakorlatilag elavult, hogy ezek elkészültek.
volt egy leírás, amely szerint a Warrior olyan a régi hajókhoz képest, mint egy kígyó a nyulak között, és valóban gőzgéppel működött, nem a vitorlák hajtották, páncélozott volt, nagy kaliberű ágyukkal szerelték föl, tehát tényleg egy korszakváltás volt. Ettől kezdve minden nagyhatalom páncélozott hajókat kezdett el építeni. Igen, ám, de a délnek nem volt komoly ipara, és mégis kellett volna egy olyan páncélozott hajó, ami áttörje az unió blokkádját. Ezért fogták a Merrimack nevű hajót, a USS Merrimacket, és átépítették, ez Norfolk kikötője, ugye így néz ki most, és ezt a csodát hozták létre belőle. Egy ilyen sátrat épített, lebontották a felépítményét a Merrimacknek, egy ilyen sátrat építettek, és ilyen gyakorlatilag sineket fektettek rá páncélként, hogy ezzel törik át a blokkádot, és eleinte ez egy sikeres támadás volt, több fahajót elsüllyesztett, de épp ugyanazokban a napokban elkészült az északiaknak is az első páncélozott hadihajója, a Monitor, ami itt van szembe vele. Ugye ez később ez egy egész hajó típusnak a nevét adta. Ha valaki elmegy Budapestre, ott is látunk egy monitort, ugye a Lajtát, ezt meg lehet nézni, hasonlóan néz ki. Akkoriban úgy csúfolták, hogy egy tutajra szerelt sajtos doboz, mert tényleg olyan, mintha egy tutaj lenne, aminek a tetején lenne egy sajtos doboz, amiből két ágyú kandikál ki. És ez a két hajó végül megütközött, és ilyen jó kiegyeztek döntetlenbe, gyakorlatilag egyik sem tudott a másiknak komolyan ártani, mind a kettő páncélozott volt, és azok a korabeli ágyuk nem tudták átütni ezeket a páncélokat. Később viszont, ahogy az északiak előre nyomultak, a Virginia Merrimacket, mert a Merrimacket egyébként a déliek átnevezték Virginiának, elfogták, és a Monitor is hamarosan elsüllyedt, mert teljesen tengerjárásra képtelen volt. Tehát ezek ilyen elsődleges kísérletek voltak, nem jöttek be, de ez volt az első páncélos hajók közötti összeütközés. A második az már érdekesebb a mi szempontunkban, az Lisszánál volt 1866-ban, az osztrák haditengerészet legyőzte az olaszt. De ez már egy másik történet. Egyébként, hogy néz ki a Monitor, és hol sajtos doboz, itt azért van egy kép. Itt a sajtos doboz. Ugye tetej, ott meg az ágyukkal. Nagy kaliberű ágyuk volt, de nem a tengeren dőlt el ez a háború semmiképpen. Igazából nagyon hamar kiderült, hogy ez a háború nem fog gyorsan eldőlni. A korszak egyébként abban az illúzióban ért, hogy a nagy döntő csaták azok lezárnak egy háborút. Ugye főleg ez Napóleon korszakában volt divat, hogy egy-egy nagy ütközettel el lehet dönteni egy háborút, 1805 Austerlitz, ugye eklatáns példája. Egy nagy győzelemmel legyőzte az osztrákokat Napóleon. Aztán később mégis az erőfölényben, hogy Napóleont legyőzik, tehát hosszú távon nem működött ez a dolog, de egyes háborúkat valóban le lehetett így zárni. Nagyon hamar kiderül, hogy ez a háború az nem lehet ilyen. Egész egyszerűen erő felőrlésre fog rámenni az egész háború, ugyanúgy, ahogy az első világháború is. Addig harcol a két fél, amíg az egyik ki nem pukkan. Gyakorlatilag, és ez a dél volt, amelyik kipukkant, a gazdasági mutatók ezt nem megmutatják, hogy mi volt ennek a legfőbb oka. A déliek egyébként szívós katonák voltak, hozzászoktak ahhoz, hogy kevés felszereléssel sokat meneteljenek, és az, hogy az északiaknak végig nagyobb veszteségeik voltak gyakorlatilag, és az, hogy ilyen hosszú ideig bírták, az mindenképpen elismerésre méltó a déliektől. Nem azt jelenti, hogy ők mindent jól csináltak, de kétség kívül a hadvezéreik inkább voltak alkalmasak arra, hogy hadvezérek legyenek, mint az északiak közül jó pár. Voltak kiemelkedő. Az első nagy ütközet az Burrun, vagy Barránnál zajlott, és Burrun, vagy Manassasnek hívják egyébként a déliek, Manassas-i csata az első, és ez egy folyó voltak inkább, mint folyó, egy folyónak a neve, és a Manassas Junctionnek nevezett csomópontnál zajlik ez az ütközet, amit a déliek megnyernek. Nagyjából 20 000 déli harcol 32 000 északival, és egyébként nagyon érdekes a csata, mert közel van Washingtonhoz, és még a washingtoni lakosság is kivonult megnézni az ütközetet. A hölgyek napernyőkkel, hintókkal, hogy ó, milyen jó csata lesz, most lesöpörjük a délieket, aztán a vége az lett, hogy az északiak menekültek, és ez az egész tömeg özöldött Washington felé napernyőstől és hintóstól. Úgyhogy érdekes volt ez a jelenet. Hamar kiderült, hogy ez a háború nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy gondolták. Egy felörlő jeleget öltött, és ez főleg elsősorban a keleti Washington és Richmond közötti részen lesz igaz. Itt van Thomas Jonathan Jackson, vagy Stonewall Jackson, ahogy ismerték, Kőfal Jackson. Ő ebben a csatában, az első Manassas-i csatában tüntette ki magát. A dandárával odaállt, és egyik tábornok társa mutatott rá a katonáinak, hogy nézzétek, Jackson úgy állott, mint egy kőfal. És ugye ebből lett a Kőfal Jackson.
És Jackson kétségkívül egy nagyon ügyes stratéga volt, aki már mint egy Shenandoah völgybe 1862-ben brilliáns hadvezetést mutatott be. Nagyjából 4-5-szörös túlerőt kötött le úgy, hogy egyetlen csatát veszített csak, és valami 6-ot megnyert. És minden egyes csatában ő volt túlerőben, annak ellenére, hogy az ellenfél volt összességében 4-5-szörös túlerőben, mert mindig úgy csoportosította a csapatait, annyit meneteltetett velük, úgy is hívták őket egyébként, hogy gyalogos lovasság a csapatai, mert annyit meneteltette őket, és olyan sebessége. Hát egy kiemelkedő katona volt, amikor később 1863-ban már említett Vadonnál saját csapatai lelövik a bozótosba, akkor az bizony az egyik legnagyobb vesztesége volt a délieknek. Tehát ő kiemelkedő volt a Shenandoah. A Shenandoah völgye egyébként a geológia is, földrajzi szempontból is egészen izgalmas. Két oldalán lehet látni a hegyvidéket, és középen meg a völgyet. Sőt, a völgyben van egy völgy. Ezt megmutatom. A földrajz az egy baromi jó dolog. Itt a Shenandoah völgy. És a völgyben van egy völgy. Tehát a völgyben van még a köz... Ezt úgy hívják, hogy Fort Valley. Tehát völgy erőd. Gyakorlatilag ezt az erődöt, vagy ezt a völgyet teljesen hegyek veszik körbe. Egészen abszurd. Egyébként, ha megnézzük ezt az egész hegységet, lehet látni, milyen párhuzamos hegyekből áll, egy sorokból áll az egész. Egészen elképesztő ilyen szempontból. Csak kevés kijárata van kelet irányba, és nyugat felé meg gyakorlatilag alig. Tehát ezen a, gyakorlatilag Jackson előre-hátra meneteltette a seregét, és közben egyébként arra is vigyáznia kellett, hogy az északiak egy támadást indítottak. Ugye, és volt az északiaknak egy új hadvezére az előző vesztes csata után, mindjárt visszatérünk rá. Egyébként így néz ki a völgy, tehát tele van ilyen mezőgazdasági telepekkel és farmokkal, tehát ez egy élelmezés szempontjából is fontos volt a délieknek. És hogyha megnézzük az űrből, ez a Fort Valley. Tényleg elképesztő. Ennyire menjünk előre. Itt a csatahelyeknek a kérdekes elhelyezkedés, hogy hol volt vívtak csatát a polgárháború idején. Lehet látni, mennyire koncentrálódik két helye. És a veszteségek. Egyébként itt mutatja ezt, hogy ez a háború mennyire elkeseredett volt. Itt a legnagyobb ütközeteknek a vesztesége. Itt jobban látni. A Vicksburg ostrom a 19.233 ember a kutatások szerint, és a legvéresebb ütközet az természetesen Gettysburg, 51.000 sebesült halott volt a csatatéren. Lehet látni emelkedő sorrendben Chickamauga, Spotsylvania, az már Grantnek az egyik veresége Lee-től. A Wilderness, ugye az a Vadon. A Chancellorsville, az szintén a Vadon, ez a kettő, mind a kettő ugyanott zajlott, az előbb említettem a Vadonba. Shiloh volt az első igazi nagy ütközet, ott 100.000 ember vett részt a két oldalon. Ez viszont a nyugati hadszíntéren volt. És itt lehet látni, Antietam is egy nagyon jelentős ütközet volt. A második Manassas-i ütközet. Tehát igen komoly veszteségek voltak egy csatában, és mondjuk ha azt nézzük meg, hogy mennyi vett részt egy csatában, hány százaléka esett el, mondjuk a Gettysburgi ütközetben az, hogy mondjuk 23.000 déli gyakorlatilag elesett, a bevetett 60.000-ből, akkor nem elesett, mert voltak köztük sebesültek is, tehát ez a veszteség volt összesen. Akkor mutatja, hogy ez mennyire durva háború volt ilyen szempontból is. Hogy állunk az idő? A korabeli hadseregekről azért pár szót és a hadviselésről mindenképp kell említeni. Itt az Uniónak az ásztalja, amit a Sumter erődbe ből vittek el, akik elhagyták, amikor megadták az erődítményt, mert azt elvihették, ezt a mai napig erekéként őrzik. A délnek az ásztói érdekesebbek, mert mai napig ugye azt gondolják, hogy a délnek ez volt az ásztalja itt. Valójában ez nem igaz. A konfederációnak ez volt az első zászlaja, de ebben nagyon hasonlított az északiakéra, és az első csatákban összekeverték a csapatokat, az ellenféllel a sajátjukat a zászlók miatt, ezért ezt le kellett cserélni. Utána megcsinálták ezt a másodikat, ez a csillagkeresztes már benne volt, de alapvetően fehér volt. Ezzel ellen elkezdtek tiltakozni, mondva, hogy olyan, mintha megadnák magukat, mert tiszta fehér. És akkor a háború végén hozzátettek egy ilyen vörös sávot még mellé, és ez lett a háború végén a konfederáció zászlója. Ez a zászló, ez valójában a hadsereg, a virginiai hadseregnek, észak-virginiai hadseregnek a zászlója volt. Tehát tulajdonképpen nem ez a konfederációnak a lobogója egyébként. A két félnek a hadviselési képességeiről már beszéltünk, hogy iparilag milyen különbségek voltak. Azt is lehet látni, hogy a dél nagyjából 1 millió embert, az észak pedig 2,1 millió embert sorozott be a háború során. Tehát durván az a populációban meglévő különbség az itt vissza is jött, hogy duplája. Ugyanez a helyzet.
Sőt, ugye, hogyha azt nézzük, hogy a délnek jelentős fekete lakossága volt, akiket nem soroztak be, akkor azt jelenti, hogy a dél az bizony már minden ember tartalékát gyakorlatilag felélte a háború során. És lehet látni, hogy az 1 millióból 490 ezer meghalt, sebesült vagy fogságba esett a háború során. Tehát egyébként nagyjából a csúcsán a háborúnak 1863-64-ben az északiaknak volt olyan, hogy egy időben olyan 540 ezer katona volt befogva hadviselése. Nyilván ki kell emelni személyeket, akik vezették ezt a háborút. Hát Robert E. Lee tábornokot nem nagyon kell bemutatni a legtöbbnek, aki egy kicsit is foglalkozott ezzel a háborúval. A délieknek egyértelműen a legtehetségesebb hadvezére volt. West Pointon végzett másodikként az osztályába. Egyébként ezek igen komoly szerepe volt, hogy ki hányadik az osztályban, mert az előléptetésben is jelentősége volt. Tehát egy kifejezetten az a típus volt, akiről tudták, hogy nagyon tehetséges. Már nagyon korán feltűnt, a mexikóiak elleni háborúban is részt vett. Tehát ő neki ajánlotta fel az Unió, hogy legyen a hadsereg parancsnoka, de ő azt mondta, hogy azzal tart, akivel Virginia tart. Tehát akkor még nem mondták ki, hogy hova fog állni, és amikor eldőtt, hogy Virginia az a déliekkel tart, akkor ő velük tartott. Eléggé felemás véleménye volt a rabszolgaságról, ő maga nem... Hogy vannak olyan források, amelyek szerint volt rabszolgája, de igazából nem volt egy nagy lelkes híve. És katonai tehetsége pedig megkérdőjelezhetetlen. És a háború olyan szempontból is érdekes, hogy ez már részben modern volt. Tehát olyan szempontból modern volt, hogy láthattuk, páncélozott hadihajók voltak. Csapatokat vasúton mozgósították és vitték a partszintér közelébe, amennyire lehetett. Távirróvonalakkal ment az üzenetváltás mondjuk Lincoln és a fővezérei között. Ennek a fővezérei nem mindig örültek. Hajókról már említettem, tehát, és egyébként átvették a tapasztalatát is annyi a korábbi háborúknak. A legutolsó modern háború, ami ezelőtt volt, az részben a krimi háború volt, amit az oroszok ellen a franciák és az angolok, illetve kisebb olaszok is részt vettek benne egy mutatóba, Piemont egész pontosan, illetve az 1859-es osztrák-francia háború. Ezeknek a tanulságait igyekeztek kamatoztatni. Sok amerikai tábornok, aki részt vett a polgárháborúban, ezekben ott volt megfigyelőként akár. Ez mondjuk McClellan tábornok az egyik legismertebb, aki jelen volt, a kis Napóleon, majd mindjárt lesz róla egy képünk. Tehát a részben már mutatkoztak a modern háború jelei, ugyanakkor más szempontokból meg nem. Itt a vasúthálózat például a két félnek. Lehet látni az északi sűrűségét és a déliét. És azt is, hogy milyen rendszertelenül vannak a déliek, nincsenek összeköttetések, ha megnézzük. Tehát abban a pillanatban, hogy a Corinthos-Memphis-Corinthos-Richmond vonalat elvágják az északiak, gyakorlatilag csapatokat a keletről nyugatra nem nagyon tudnak mozgósítani, mert nincsenek olyan vasutak, tehát ez a másik vonal, ahol még nagyjából tudtak, nincsenek olyanok sem, amik a két vonalat összekötnék. Tehát nagyon esetlegesen építették ki a vasútvonalak, nem stratégiai célok alapján, hanem ilyen gyapott szállítási célokra inkább. Tehát ez egy probléma volt, itt a távírókat lehet látni a korban. A másik, ami viszont érdekes, hogy azt gondolják sokan, hogy ezek már modern lőfegyvereket használtak, meg hátultöltőket, hát az nagyon kis számba volt. Tehát különböző ebben a korszakban divat. Például a harmadik kitje, innen föntről megnézzük, ez a legérdekesebb a mi számunkra. Fölülről a harmadik, az egy Lorenz típusú osztrák puska. Az amerikai polgárháborúban a harmadik legtöbbet használt fegyver az osztrákoké volt. Rengeteg ilyen osztrák fegyvert, Lorenz típusú puskát alkalmaztak. Különböző Springfield-i, Enfield puskák mellett, de ez volt a harmadik legnépszerűbb, a másik kettő az, ami fölötte van. Illetve van alul egy Spencer karabély, vagy puska, ez már beépített tárral rendelkezett, aminek az agyában ide vannak a töltények betöltéve. És ha ezt előre húzzuk, akkor jön a következő előre. Tehát mint a Winchesternél, csak annak a cső alatt van a tárja. Tehát ezek már ismétlő puska volt a legalsó, de a háború zömében a katonák előtöltős puskákat használtak, ugyanúgy, mint korábban, szépen letették, megtöltötték. Annyiban volt más, hogy ide már nem kellett puskaport tenni, mint a korábbi évszázadokban, hanem különböző durranó higany, vagy olyan lőszert is volt már, mondjuk ebben például már olyan volt, ami peremgyújtásos lőszer volt. Tehát ez még a puskák szempontjából még nem volt túlságosan modern. Ez a Lorenz egy puska egyébként egy elég jó puska volt, a poroszok ellen 1866-ban majd alul marad, mert ott már hátultöltős puskájuk lesz a poroszoknak, amivel sokkal gyorsabban lehet tölteni. Ez egyébként olyan 3 lövést lehetett maximum leadni egy perc alatt. Tehát bizony azt kellett, hogy fedezékbe húzz, mennyi, előveszed a töltővesztet és betöltöd. Ráadásul annyiból nehezebb is volt a dolga ebben a korszakban a lövésznek, mint mondjuk 100 évvel később, vagy korábban, hogy a csőbe viszont már furat volt,
hogy a lövedék az viszont már pörögjön lövés közben, és azért kicsit nehezebb volt beletenni a csőbe előről, mint hogyha sima csövű lett volna. És egyébként olyan lövedékek is megjelentek ebbe a korszakban, ami már nem golyó alakú, sőt a legtöbb az már kupa alakú volt, mint a modern lövedékek. Ágyuk esetében egyébként szintén nem volt olyan óriási nagy differencia, gyakorlatilag a mi szabadságharcunk ágyúinak megfelelők voltak ebbe a korszakban, egy-kettő modellnek már volt, nagy differencia nincs. Ugye 1849-es a szabadságharcunk, 1861-ig 12 esztendő telt el, nem egy nagy differencia a hadviselés történetében, voltak, amikben voltak változások, volna, amikben nem. Például az ágyuk terén gyakorlatilag hasonló kaliberű ágyuk voltak, kicsit nagyobb űrmérettel, kicsit nagyobb lőtávolsággal, de alapvetően ugyanazok a konstrukciók, mint nálunk a szabadságharc idején. Ez a Napóleonnak nevezett 1859-es típusú, 57-es típusú ágyú. A következő az egy Perrottnak nevezett löveg, de alapvetően nagy differenciák nincsenek benne. Különböző lövedékeket lehetett lőni, tömörvasgolyókat, alakulatok ellen. Ebben a korszakban a hadsereg még úgy harcolt egyébként, hogy amennyire lehetett, alakzatokat vett fel, és úgy adtak le sortüzeket. A háború folyamán ez kicsit elkezdett átalakulni, főleg a déliek, miután elkezdtek védekezni, mindenféle lövészárok rendszereket ástak, hogy minél kisebb veszteségeik legyenek. De alapvetően ez volt még a rendszer, és ebből adódóan voltak nagyok a veszteségek sokszor. A lovasságot alig alkalmazták, inkább felderítésre használták az egész háborúba. A képen netten Bedford Forrest, az egész polgárháború talán legtehetségesebb lovassági parancsnok a déli volt. Nem erről híres elsősorban, hanem arról, hogy ő volt a Ku Klux Klannak az első nagymestere. Vagy inkább, ahogy ők mondják, nagy varázsló, azt hiszem Grand Wizard. Tehát inkább erről ismert, de nagyon tehetséges katona volt. Úgyhogy több portját vezetett elég mélyen az északi területekre, de nem voltak nagyon ilyen lovassági összecsapások a háborúban. A lovasság általában úgy harcolt, hogy leszállt a lóról, fedezékbe húzódott és lövöldözött. A lovasokat szerették fel először ismétlő puskákkal és karabélyokkal, úgyhogy ők voltak azok, akik mondjuk a Spencer karabélyt használták. Itt lehet látni már ilyen árkokat, amik mögé behúzódtak a katonák. Ugye ez a másik annyiban modern a háború, hogy itt már rengeteg fénykép készült, tehát elég jól vagyunk tájékozódva az eseményekről képileg. A nyugati hadszíntéren tűnik fel majd egy új hadvezér. A Shiloh-i csata egyébként egy nagyon eklatáns példája, hogy mennyire tehetséges, de időnként szerencsés is. Viszont Ulysses Grant tábornok. Az ötleten egy külön sztori, tehát egy nagyon szerencsétlen sorsú volt kezdetben, ő is katonai pályára készült, ő nem a második volt West Pointban, hanem a 21. a 23-ból, ha jól emlékszem. Tehát ilyen szempontból, de egy nagyon jó volt matematikából például. Érdekes, hogy az igazán jó gyakorló hadvezérek azok a matematikából jöttek, Napóleon is nagyon szerette a matematikát, meg történelem, és érdekes módon nem azok, akik a hadtörténeti anyagot bújták, hanem a matematikából vagy fizikából jók voltak, azok majdnem többször lettek jó katonák ebbe a háborúba. Természetesen ennek az is az oka, hogy például a tüzérség az jelentős részben matematika volt. Ki kell számolni, hogy hogyan kell azokat az ágyukat elhelyezni. Tehát Grant egyébként egy nagyon érdekes katonai pályát futott be, elküldték egyszer Kaliforniába, távol volt a szeretett feleségétől, elkezdett inni, akkor összeveszett a parancsnokával, akkor kilépett a hadseregből, 1861-ben azzal, hogy kitört a háború, neki egy lehetősége volt, hogy újból feltörjön, mert egyébként kétkezi munkával ért a farmon. Tehát semmiből jött, és semmiből lesz az amerikai főparancsnok, és a semmiből lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ugye a háború után gyakorlatilag. Nagyon érdekes az alak. Az egyik legnagyobb hadvezér Amerikában, és az egyik legrosszabb elnök az Egyesült Államok történetében. Tehát nagyon érdekes az ő sztoria is. Közben keleten volt egy McClellan nevezett tábornok. Ő egyébként olyan szempontból érdekes csak, hogy néha lehetett trükközni a hadviselésbe. Az előbb már említettem, hogy Washington és Richmond között rengeteg folyó van, amik akadályozzák azt, hogy a háborút így le lehessen vinni egy az egybe. Ezért, mivel a tengeri fölény az övüké volt, McClellan azt találta ki, akit kis Napóleonnak becéztek, ő ezt nagyon büszkén viselte, de sajnos a tehetsége, mint kiderült, nem igazán volt méltó ehhez. Azt találta ki, hogy behajózza, nem így indul meg Richmond irányába, hanem behajózza a csapatait, és partra teszi Richmond mögött. Ez egy zseniális ötlet egyébként, hozzá kell tenni. Így nincsenek folyók a kettő között, meg lehet indulni. Nagyon jól csinálta. Ráadásul az erődítmény, amit az előbb néztünk, az pont itt van ezen a részen, Fort Monroe, tehát ez eleve az ő kezükön volt, tehát ki tudták hajózni a csapataikat, és megindulhattak.
Nagyon minden elismerést megérdemel ez a terv, csak annyira lassan vonult, hogy közben visszaértek a déliek. Tehát mindig az arról táviratozott, hogy ő vele szemben mekkora túlerő van, hogy nagyjából 100 000 katonával rendelkezett, a déliek vele szembe kezdett be 10 000-rel, és ő olyanokat írkált, hogy az ellenfél óriási túlerőben van, és nem mer neki vágni, küldjenek még neki erősítést. McLean nagyon hamar elvesztette az önbizalmát, és nem mert neki vágni annak, hogy egy az egyben Richmondnak vonuljon. Nagyon lassan vonult, egymás után megostromolt erődítményeket. Ugye ez a terület is, mondtam, hogy a történelem az majdnem mindig ismétli magát. Ez az a rész, ahol az angolokat, vagy a briteket legyőzték az amerikaiak a forradalmi, a függetlenségi háborúban, Yorktownnál, az itt van ezen a félszigeten pont. Tehát ugyanazt az erődöt megostromolja ő is, mint az angolokat annak idején az amerikaiak. És egész egyszerűen lassan halad, hogy visszaértek. És majd megállítják, közvetlen Richmond előtt egyébként sikerül megállítani McClellant, és közben majd megérkezik az a Jackson is, aki a völgybe harcolt, míg az amerikai ellenfelei azok nem érnek ide, ő odaér és eldönti a csatát. Tehát Jacksonnak ez is egy érdeme volt. Ez most így elsőre nem sokat mond, mert így a levegőbe beszélgetek, de mutatja, hogy a délieknek volt annyi, tehát a parancsnokok akik jobban végezték a dolgukat, McClellan pedig igazából felsült. Hamarosan leváltják egyébként, még egy győzelmet adott majd Antietamnél, megállítja Lee-t, de akkor megint elkezd pánikba esni, hogy az ellenfél milyen nagy túlerőben van. Úgyhogy McClellan esete az így nézett ki. Itt egyébként lehet látni, az a Rappahannock folyó, most nem érdekes. Egyébként a háborús pusztításokról is érdekes egy kép. Fredericksburg városa a Rappahannock folyó mentén. Itt igen durva háborús pusztítások voltak egyébként, főleg akkor, amikor majd az északiak átteszik a hadszíntet délre. Azt terveztem, hogy felolvasok majd egy hadiparancsot, de azt már nem fogom felolvasni, mert nagyon elszaladtunk az időben. Gettysburgra viszont mindenképpen egy-két mondatot, hát talán legismertebb, akkor inkább meg sem mondok túl sok mondatot. Mindenesetre, hogyha valaki látta a Gettysburg című filmet, 93-ban készült, te láttad. Érdemes megnézni. Kicsit érdekes a stílusa, már a filmnek elég vontatott, mert az van, hogy a tábornok jön, elmond egy monológot, mennek a katonák, megint elmondanak egy monológot, hogy el kell foglalnunk dicsőségesen. Egy vér nincs az egész csatába. Tehát mai szemben már ilyen szempontból furcsa. De alapvetően hitelesen mutatja be az eseményeket, amik a csatában történtek, csak megvan egy ilyen pátosszal, kicsit le van öntve. És nagyon érdekes, hogy 1993-ban be lehetett mutatni a délieket még úgy, hogy ugyanolyanok, mint az északiak, se nem negatívabbak, se nem mások. Tehát ez ma már nem lehetne szerintem megcsinálni egyébként, nem hiszem el, hogy lehetne egy olyan filmet csinálni, hogy a déliek is nem gazemberként vannak feltétlenül ábrázolva. A csata egyébként, vagy a háború egyébként egy nagyon érdekes párharccá alakult. Lee és Grant állt szembe 1864-től a keleti fronton, ígérem 5 percen belül befejezem mindenkinek. És egy érdekes esetek voltak. Tehát itt Fredericksburg városánál állt Lee, megpróbálta Grant megkerülni. Akkor Lee oda ment és megállította egy csatába. Akkor Grant megint megpróbálta megkerülni. Lee megint megelőzte és megállította egy csatába. Utána megint ment egy bekerítő oldalmenet. Lee megint oda ment és megint megállította egy csatába. Több komoly vereséget is mért Grantre, például Cold Harbornál egy 13 000 uniós katona esett el és 5500 konfederációs, de hiába, mert egész egyszerűen ezek a megkerülő manőverek olyan agresszív volt Grant, hogy előre nyomult, és mire észbe kapott, már a fővárosnál álltak. Hiába, mert hiába állította útját, de mindig közeledtek a déli fővároshoz, és el kellett hagyni azokat a jó kedvező állásaikat Virginiában, amiket korábban védett. És végül egy ilyen álló háborúvá alakult az egész, Richmond, a főváros és Petersburg városa között, amit meg egy hatalmas ilyen árokkal vett körbe az egész területet, és a déliek megpróbálták megvédeni. Egészen 9 hónapon és 9,5 hónapon keresztül ostromolták Petersburgot az északiak. Nem haladtak egy tapottat se, de végül a túlerő előbb-utóbb egyszerűen fölgöngyölítette az ellenállás. Előbb-utóbb találtak egy olyan gyenge pontot, mindig hátrább szorultak, és végül elfogyott a délieknek egész egyszerűen az ellenállásuk. Egyébként, hogy milyen ostromművek voltak, például ilyen ostromágyuk, ez egy mozsár. Ezek komoly ütegek voltak már. Kicsit olmótlannak hat, de a mozsarak azok ilyenek. Ezek robbanó bombákat szórtak az erődítménybe a városba, hogy felgyújtsák az épületeket, és pusztítást okozzanak, és ezek pusztítást is okoztak. Természetesen a másik, ugye a halottak száma, ahogy mondtam, rengeteg volt. Óriási temetők vannak.
Van egy jelenet a Jó, a Rossz és a Csúfban, amikor a csúf szaladgál körbe a filmbe, és keresi vagy a katonának a sírját, és vége láthatatlan temető van. Ugye az is egy ilyen film, ami a kicsit a polgárháborút idézi meg részben. Mert tényleg ilyen sírok voltak, tényleg óriási veszteségek voltak mindkét oldalnak, és amikor 1865-ben áprilisban végül az dél összeroppant, akkor tulajdonképpen, egyébként nem egy olyan összeroppanásról van szó, hogy egyik nap még ellenálltak, a következőben megadták magukat. A fősereg az Appomattox-nál leteszi a fegyvert, ez tény, de utána még azért sok, például Texasban sok helyen összecsapások zajlanak. Missouriban egész háború idején gyakorlatilag ilyen partizán háború zajlik a két fél között. Konfederációban olyan western hősök vesznek részt, mint Jesse James, aki később ugye a Vadnyugaton lesz híres, és elég komoly atrocitások is zajlanak ezeken a helyeken. Egyébként a pusztítás személyenként is érdekes. Ez az egyik Gettysburg-nél megsebesült tábornoknak a lábszárcsontja, ami múzeumban van, Sykes tábornoké, és a lövedék mellette, ami eltört a lábát, hanem egy olyan lövedék, ami eltört a lábát. Ebben a korszakban volt az, hogy gyakorlatilag úgy tudtak megmenteni sebesült végtagokat, hogy egy az egybe levágták őket. Tehát Stonewall Jacksonnál is ugyanaz van, hogy vállán ért egy sérülés, amiben belehalt a vadonba vívott ütközetbe, vagy hát igazából az a Chancellorsi csata, és le kellett vágni a kezét, de ettől függetlenül mégse tudták megmenteni, pedig egy darabig úgy nézett ki, hogy jobban lesz. Tehát brutális sebesüléseket lehetett szenvedni, és nem csak az a 600, csak 620 ezer halott, hanem bizony több 100 ezer sebesült, akinek jelentős része akár élete végéig is viselte ezeket a sérüléseket. A Gettysburg-i Sykes tábornok maga adta a múzeumnak ezt a lábszárcsontját, egy relikviaként elég bizarr, lássuk be. Tessék? Hát ezt nehéz felmérni, ebbe a 620 ezerbe ugye ezek nem tartoztak bele, nem jellemző volt, de nyilvánvalóan ilyen ostromoknál, mint Petersburg vagy Fredericksburg városának a támadása során azért meghaltak civilek, inkább 10 000-ben mérhető, mint 100 000-ben. Tehát nem volt kifejezetten keresve az, hogy a civileket öljék. Voltak atrocitások egyébként, de nem ez. Tehát azért valamilyen szinten lovagiasabb háború volt, mint mondjuk a 20. század háborúinak a zöme. Ami nem jelenti azt, hogy mindig be is tartották ezeket, de legalább igyekeztek a parancsnokok. Tehát a parancsnokok úriemberek voltak, akik a többé-kevésbé tehetségüktől függően tudták a csapataikat kézbe tartani. Voltak atrocitások, de nem ez volt a jellemző azért. Igazából voltak olyan esetek, amikor mondjuk kifejezetten ez volt a cél, ami nem a lakosság elpusztítására irányul, de mondjuk amikor Sheridan lovasságának azt a parancsot adta Grant, hogy a Shenandoah völgyet, amin az északi, a déliek mindig fölvonulnak Washington mögé, ezt pusztítsa el, hogy ne legyen semmi élelmiszer, azt hiszem valami azt mondott, hogy úgy pusztítson el mindent, hogy még egy varjú is éhen haljon azon a helyen, akkor a Shenandoah völgyen végighaladt az uniós hadsereg, és minden falvot, minden épületet, mindent legyújtott, de nem azt jelenti, hogy az embereket is megölték. De ettől még az nekik nem sokat segített persze, hogy mindenüket elveszítették. Tehát brutális volt a maga módján, de inkább lassú halálra ítélte őket, mint gyorsa, hogy úgy mondjam. Ez az ászló az érdekes, mert ugye kicsit ki akartam erre térni. Tehát a rabszolga felszabadítás 1863. január 1-től megtörtént az Egyesült Államok területén, Lincoln kimondta ezt. És az Egyesült Államokban élő feketék egyébként alapítottak Afrikában egy államot, Libériát. Ha valaki nem tudná, ez volt az első Afrikában élő független állam. Az olyanok költöztek vissza, akik rabszolgákból felszabadultak, és átköltöztek Libériába, és ezek létrehoztak egy államot. Nem véletlenül ilyen zászlója Libériának, amelyik Egyesült Államokból érkeztek azok, akik megalapították. 1980-ig ezek az amerikai libériaiak tartották Libériát kézben, ők kormányozták, olyanok, akik Amerikából leszármazott feketék, nem pedig azok, akik ott éltek, helyi feketék. Mutatok egy érdekes adatot. 1980-ig volt, mint mondtam, a GDP alakulása Libériába. 1980-ig tartják az amerikai feketék kézben a kormányzatot. És ma is csak 500 dollár, míg 1980-ban 1600 dollár volt a GDP fejenként. Ez most nem azt jelenti, hogy a helyi afrikaiak nem tudják úgy irányítani, nem tudjuk, hogy mi az oka pontosan, sok minden oka lehet. Nyilvánvalóan az, hogy mondjuk azok a hagyományok és országvezetési tapasztalatok nincsenek meg, mint mondjuk azok, akik mondjuk 100 éve irányítják, ez elég komoly visszaesés. A másik az egyébként 94 egy kicsit csaló, mert ott egy polgárháború is bejátszott, tehát amiatt is nagyon leesett, de nem nő vissza. Egyébként az az érdekes, hogy mondjuk 1980-ban Magyarország GDP az kb.
három és fél négyszer volt nagyobb, mint Libériáé. Ma 30-szor. Pár mondatot akkor még a végére, ugye jelenre is ki akarunk futni. Sok tanulsága nincsen, de azért mindenképpen egy-két szót érdemes erre is rátérni. Ugye Lee tábornoknak a szobrát, amikor most augusztus végén, szeptember elején szállították el, mondván, hogy ez a feketéket ingeli, bosszantja, és hogy nem való egy ilyen embernek, aki arab szolgaságért küzdött, szobrot állítani. Lehet ezt a véleményt tartani, de ő Virginiáért harcolt, ezt azért elég jól tudjuk. Márpedig, hogyha a szobra Virginiában áll, akkor nem tudom, hogy a virginiaiakat mennyire sérti mindez. Mindenesetre az ő dolguk. Szerintem ez nem egy túl jó és nem egy bölcs megoldás mindenesetre, hogy ezeket az árkokat, amiket nagy nehezen 1865 után sikerült betemetni, ezeket gyakorlatilag újra ássák és ilyen faji kérdéseket csinálnak ebből. Elég becsületes és rendes ember volt Lee ahhoz, hogy a szobrát megtarthassák, de legyen az ő dolguk. Amerikában most egyébként egy olyan tendencia van, hogy ezeket a konfederációs neveket viselő intézményeket átnevezik. Ennek az egyik legjobb példája az Braxton Braggről elnevezett Fort Bragg. Fort Bragg az egy legtöbbet szereplő katonai támaszpont talán filmekben. Nagyon sokszor egyes jeleneteket oda vágnak be, hogy Fort Braggben történik az adott esemény. Ez egy hatalmas 50 ezer fős laktanya gyakorlatilag, amiben az egyik leghíresebb amerikai egység is a 82. légiszállítású hadosztály is el van szállásolva békeidőben. Tehát ennek is az átnevezése zajlik. Jelenleg külön bizottság van, ami ezekkel a nevekkel foglalkozik. Érdekes dolog. A feketék egyébként ilyen szempontból is érdekes a dolog, hogy mennyi átrendeződik a politikai paletta mondjuk a régmúlthoz, vagy akár az elmúlt évtizedekhez képest. Itt például Dél-Karolinában lehet látni a feketék és a fehérek arányát, lehet látni, milyen hullámzó korszakok voltak, hogy kezdetben a fehérek voltak túlnyomó többségben, 90%-ban még, aztán a feketék 1700 környékén már többen voltak, majd egy hullámban újból a fehérek voltak többen, aztán újból a feketék, és ma az a tendencia, hogy a feketék száma például a délről egyre inkább olyan városokba szivárog, ami mint Washington, New York, tehát ilyen központi városokba húzódnak be. Nyilvánvalóan ezek a demográfiai mozgások, ezek mindig így változnak. Minden esetre érdekes, hogy 30% alá esett a feketék arány a Dél-Karolinában, ami az 1700-as évek óta nem volt ilyen alacsony. Ez is egy érdekes momentum. Nem gondolom, hogy ezek az árkoknak a kiásása, ahogy említettem, ez különösebben szerencsés lenne. Lehet mondani, hogy valami történelmi igazságot tesznek helyre, de igazából inkább új problémákat hoznak elő, hogy úgy mondjam. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ezt legyen szép estéjük, és a viszontlátásra. Remélem, hogy tetszett az előadás.